Üdvözlöm kedves hallgatóinkat! A Történelmi Hadi Akadémia Alapítvány negyedik podcast adásával jelentkezünk. Mai témánk Mátyás király hadipolitikája, különös tekintettel Kinizsi Pál lesz. A beszélgető partnereim az EKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársai, Horváth Rihárd és Pálos Favi Tamás. Üdvözöllek benneteket! Én pedig Szilágyi Szabolcs vagyok, Kinizsipáról sok legenda van, amit a köznép ismer. Törökverőként ismerjük Kinizsipát, úgyhogy elsőként arra kérlek benneket, hogy a kornak a török és magyar konfliktusát azt egy kicsit mutassátok be, hogy, hogy hogyan is alakulhat ki, vagy mi is ez a környezet, amiben ő törökverőként szerepel a magyar történelemben. Hogy is kerül be a képbe? Igen, nekem gyerekkorom egyik legkedvesebb olvasmánya volt Tatai Sárdónak a Kinizsi Pál című, annyira, hogy nem is elég újra olvastam egyébként. Én akkor ismerkedtem meg Kinizsi Pállal, amikor a medvét megfojtja a kis őzikét megmentendő, és valóban, hogyha megkérdeznék az embereket, hogy mi eszünk be Kinizsi Pállal, akkor nyilván az, hogy nagyon erős ember volt, Uh, amit egyébként tudunk is, mert van leírás róla uh, 1490 tájról, amiben uh, az egyik itáli követ megemlíti, hogy olyan erős volt, mint a és olyan szőrös is, hogy hogyan került ugye egyáltalán olyan helyzetbe magyar kisnemesként, hogy ilyen prominens szerepet játszon az ország történetében, azért kicsit igen vissza kell tekinteni ugye, az oszmán-magyar viszony alakulására, amely az ő születés idején is már egy jó 60-70 éve zajlott, ugye nem tudjuk pontosan, hogy mikor született, de ugye az osztmán probléma az gyakorlatilag a 14. század végétől, 1389-től, az első csata óta egy permanens dolog volt a magyar külpolitika horizontján. Tehát ettől kezdve gyakorlatilag úgy alakult az országnak a helyzete, hogy rövidebb, kicsit hosszabb szünetekkel gyakorlatilag állandóan az ország erőforrásainak, katonai-gazdasági erőforrásnak egy jó részét az oszpánok elleni védekezésre kellett fordítani, és ennek nagyon fontos társadalmi, gazdasági és katonapolitikai következményei voltak. Uh, ugye már Zsigmond király hosszú lakodása alatt ő, ugye, többször volt kénytelen személyesen uh, foglalkozni az fenyegetéssel, annyit egyébként, hogy, uh, ha megnézzük, hogy ő időárányosan mennyit töltött az oszmán fronton, és mennyit töltött mondjuk Hunyadi Mátyás, akkor azt látjuk, ez nem annyira közismert, hogy Zsigmond valójában több időt töltött személyesen a déli végeken az oszmánokkal szemben, illetve a balkáni vazalus államok megerősítésén dolgozva, mint Hunyadi Mátyás. Ezt nem szokták, ugye van egy ilyen ellentét beállítás, ugye Zsigmond, ugye, aki elhanyagolta volna, mert nyugaton de. töltött az idő részét, tiszta időben és több évet töltött ő a déli végeken, ahogy ugye aztán később Hunyadi Mátyás az Oblamának az első idejében. Ugye ebben, a, ebben az oszmán-magyar küzdelemben egy fontos fordulópont volt ugye Hunyadi János, Hunyadi Mátyásnak az édesapja az ő tevékenysége, aki egy, egy markánsan eltérő stratégiával tekintette az oszmán fenyegetést. Ugye Zsigmond alapvetően egy passzív, defenzív halapállás foglalt el. úgy gondolta, hogy ő ugye Nikápa jóta, ami ugye egy súlyos vereséggel végződött, tevőlegesen nem próbált fellépni oszmánokkal szemben, viszont igyekezett mindig, vagy ő személyesen, vagy a, 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 a magyar hadszervezet révén reagálni mindig az újabb és újabb oszmán támadásokra, de aktívan nem próbált a további jól fellépni oszmánokkal szemben. Ez a szemben Hunyadi János nem is egyszer, hanem többször próbálkozott azzal, hogy a a háború át áttegye Oszmán területre, ugye tudjuk ennek a fő állomásait, ugye a hosszú hagyjárat, 1443-44, aztán a várnál végződő, hát tragikus offenzíva, 44 őszén, telén, majd ugye négy évvel később Rigómező 1448-ban, amelyik egy újabb magyar vereséggel ért véget, és ettől kezdve kénytelen volt, hát hogy most saját jó voltából, vagy nem, ezt nem tudjuk felhagyni ezzel a fajta agresszív törökelnes háborúskodással. az dolog lényege az, és ez közelebb visz minket Mátyáshoz és Kinizsihez is, két dolgot emelnék ki. Az egyik, ugye, hogy Mátyás éppen az apja vereségéből tanulva, Ezeknek ugye nem volt közvetlen szemtanúja, hiszen kisgyerek volt, e, ugye még Rigómező idén is, ugye 43-ban született Mátyás, 48 Rigómező, tehát igazából e, ő nem volt ezeknek közvetlen szem fültanúja, viszont nyilván az apja elbeszéléséből, illetve az apja körül élők elbeszéléséből nagyon jól leszűrte, hogy ez a fajta öngyilkos katonapolitika, ez nem tartható. Jól lehet egyébként Mátyás magát azért támogatta a magyar közösség jelentős része. Ugye 58-ban is azért támogatta a pápaság is, meg a keresztény Európa a nagyobbik része, mert azt várták tőle, hogy folytatni fogja Hunyadi Jánosnak az aktív oszmánlas politikáját. Tehát az egyik fontos következmény az, hogy ugye Mátyás ezekből a tanulságokból azt szűrte le, hogy az a fajta politika, amit az apja folytatott, az nem vihető tovább. A másik, ha ugye Kinizsiről szólva, hogy Hunyadi János gyakorlatilag permanens háborúinak köszönhetően, ugye a nagyobb hagyjátokon kívül is, ugye egy szinte ilyen nappal a török ellen, kialakult egy olyan katona réteg Hunyadi körül, amelyik már gyakorlatilag mondhatnánk, hogy hivatásos szakmaként tekintett a katonáskodása. Tudjuk, hogy Kinizsi apja is, ugye Hunyadi alatt katonáskodott, sőt, Kinizsinek egy másik rokona, tudjuk, hogy Rigómezőn tűnt el, tehát hogy a Zsolád közvetlenül is érintve volt a török ellenes háborúban, és amikor Mátyás ugye trónra kerül, akkor ezekből az emberekből, akik apja mellett évtizedeken át hadakoztak oszmánok ellen, gyakorlatilag maga mellé emeli ezeknek a javát, főképpen Erdélyből, illetve Erdély szomszédos megyékből, de mindenhonnan azokat az embereket, akik, apja, akik az apjának a szövetségesei voltak, és gyakorlatilag az első években az ő, ő rájuk támaszkodva kezdi meg az uralkodását. Kinizsi előéletéről, ha már Mátyás előéletét így górcső alá vettük, akkor Kinizsi előéletéről mit tudunk? A családját már részben említetted, fiatal koráról. Ez egy izgalmas kérdés. Tamás említette a Tatai Sándor regényt. Ha megkérdeznénk bárkit szerintem, most kimennénk az utcára, hogy Kinizsi páról mi az első dolog, ami eszébe jut, vagy első kettő. Két dolgot mondanám, biztos a Nagyvázsonyi várat, meg, meg a, a molnár legénységet. Meg a molnár legénységet. Olyannyira, hogy néhány esztendővel ezelőtt egy fürdővárosunkban nyaraltam a családommal, és akkor éppen azokban a napokban adtak át egy Mátyás szobrot, egy Mátyás lovaszszobrot, szobrot, amely azt a jelentett ábrázol, hogy amikor Mátyás elfogadja a a kövön a fölkínált kupa vizet. Tehát, hogy ez ennyire meghatározó a magyar köztudatban. Éppen ezért fontos talán két mondatot szólni a család származásáról, vagy a a körüli vitákról. Ugye? Tamás említette, hogy kisnemesi család, abban úgy nem megyei kisnemesi családról van szó, alsó és felső és mai napig létező települések. Tehát minden információnk és forrásunk alapján erről a területről származik a család. Ennek dacára, ugye láttuk, markásan tartja magát a nagyvázsonyi Molnár legény, de soha nem volt Molnár kín, természetesen ezt szomorúan, de tudomásul kell vennünk. Illetve a román kutatásban elég sokáig határozottan tartotta magát, hogy Bihar megyei származású lett volna, és természetesen akkor román hősként ünnepelhetnénk, erről publikáció kötet is jelent meg román nyelven. Természetesen ez sem igazolható, tehát ahogy szomorkodunk a, 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 a legény miatt, így azért némi büszkesége mondhatjuk, hogy nem román származású kínizsi párt, tehát ezeket érdemes tisztába rakni. Hát a felmenőkről valóban nem sokat tudunk, és nem azért, mert nem lennénk rá kíváncsiak, vagy, 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 nem lett volna kutatás. Azt azért érdemes a hallgatóknak, nézőknek elmondani, hogy egy középkori családról vagy személyről, ahhoz, hogy viszonylag érdemleges információkat tudjunk mondani és, és, leírni, nagyon fontos feltételeknek kell teljesülni, például esetleg a család levéltárának meg kellene maradnia. A kínzis család levéltára nincsen meg, nem maradt meg, kétségtelen tény, a későbbi pályafutásában a nagyobb birtokadományokat tartalmazó, Mátyás korban származó adománylevelek jelentős része megvan, és különböző egyházi mm. uh, adományai és kegyes adományairól is maradtak szép számmalok, szétszórva, tehát valószínűleg ez egykoron egy, egy, egy gyűjteményt alkotott, de egyben és éppen nem maradt meg ez a családi levél, tehát pontosan ezért a korai történetről nagyon keveset tudunk az apja nevét, Antalt ismerjük. Tudjuk, hogy viszonylag fiatalon, vagy hát a kínzsi fiatal korában halt, ugye, meg. Néhány rokon tudunk megnevezni, de pusztán csak a nevüket tudunk. Tehát tudjuk, hogy... Némelyikről nem is tudjuk pontosan, hogy milyen tehát nagy bácsi, unoka, testvér, milyen tokoni fokozatban vannak. Tehát ez az a közeg, egy abói megyei egy kisnemesi közeg, ahonnan ö, ő kiemelkedett, és voltak éppen apja halála, és a, majd a mostoha apa képbe jötte lesz a, a pályájának a, 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 az elindítója, ez lesz a katalizátor, ami beindítja ezt az nagyívű pályát. És még egy gondolat, ugye a Molnár legény, ugye, hogy nehéz nem észrevenni a párhuzamot, hogy a Toldi történetet, hogy, hogy ugye ezt a, ezt a, a molná, bocsánat, a Marlon ugye ezt már Heltaigáspár is említi. És nyilván ugye ez a, ez a toposz ugye hogy méről ö, ö, emelkedik valaki nagyon nagy ö, magasságba a a katonai rátermettségével, ez nyilván tehát valamiképpen ugye rezonálat Toldi mondára, és nyilván nem véletlen, tehát hogy valószínűleg ugye a kortársak is ugye magyarázatot kerestek arra, hogyha nem is ugye paraszti sorból, de mégis egy viszonylag ö, a nemesének az alsó rétegéből ugye eh, hogyan tudott valaki felemelkedni. Ez azért fontos látni egyébként, és kinisgyen is fontos ez, hogy a, ugye a magyar arisztokráciát hajlamosak vagyunk egy ilyen zárt kasztként elképzelni. Uh, ugyanakkor látni kell, hogy ez alulról mindig nagyon nyitott volt. Mondhatnánk, hogy majdnem demokratikus. Abban az, értelemben, abban az értelemben hogy gyakorlatilag a rátermetség, az uralkodói kegy, az mindig lehetővé tette, hogy kívülről uh, csatlakozzanak ehhez. Ugye gondoljunk Zsigmond alatt csak két példa, hogy Ozorai Pipó, aki egy firenzei, nem is túlságosan előködött, firenzei kereskedő családból származott és Simó Magyarországra került, és időkoltak. ugyanazt a tisztséget látta el, mint később Kinizsi Pál, és ugye leírják a források, hogy magyar módra hosszú szakát, hosszú hajat növesztett, tehát a teljesen beilleszkedett, és el is fogadták. Vagy gondoljunk a talóci testvérekre, ugye, akik ugyancsak Zsigmond utolsó éveiben, ugye Dalmáciából érkeznek, ugyancsak egy, dal, egy kereskedő családból, négy fivér, és gyakorlatilag ők is lekerülnek a délnyugat, és sőt az egész déli végeket ők e, irányítják éveken keresztül Zsigmond utolsó éveiben, és szinte mindannyian ugye magyar bárócsáladból kapnak maguknak feleséget. Tehát gyakorlatilag egy generáción belül már e, adoptálja őket a magyar főnemesség, tehát ilyen értemben nagyon nyitott volt, és alulról a rátermettek számára mindig volt út e, a, az arisztokráciába. Hát kin is, is, ha úgy nézzük, ugye nemesnek született, de ugye nem volt megírva az, hogy ő e, báróként bíróként, országbíróként végzi a, az életét, tehát hogy a lehetőség mindig, Magyar Balázs ugyanez, e, ugye az ő e, most a apja majd apósa. Sőt, ezt a későbbiekben is gondoljunk azt a szapolyaiakra. Hát ők is egy kisnemesi családból indulnak, egy generációval később Magyarország nádora, a testvér újra Magyarország nádora, és a következő generációban Magyarország királya. Tehát ez egy valóban egy nagyon flexibilis világ volt. Ahhoz képest, hogy el szoktuk néha képzelni, vagy el szokták képzelni most a családilag kinizsit kontextusba helyeztük, akkor nézzük meg, hogy mi volt az a, a, karrierje kezdetén az a tevékenység, amivel, amivel sikerült Mátyás királynak a, a figyelmét kivívnia, és, és egyáltalán magára felhívni a figyelmet. Jó. Hát itt az előbb emlegetett Magyar Balázs, aki, aki már egy tekintélyes ember volt amikor belépett a kinési, belépett kinizsi életébe, hogy az megözvegyült anyát vette feleségül, és egy mostóhaapja lett Kinizsinek, és a jelek szerint nagyon hamar, nagyon jó viszonyba kerültek. Tehát hogy itt nem az elutasító gyermek a apa felé, hanem jó viszonyba kerültek. Persze a személyes viszonyokról valójában nincsenek forrásaink, csak közvetve a birtok és egyéb cselekedeteikből tudunk erre gondolni, és Magyar, Magyar Balázs volt az a kulcs, ami kinyitotta a kaput, ami a király udvar, udvarba vezetett. Ugye ezt szerencsés módon egy hunyadi familiáristról beszélünk, akinek a hunyadi a fia lesz a király, tehát a, amit a Tamás említette, hogy ez a fam familiáris kör nem egy magyar báró ö, környezetében vagy kíséretében mozgott, hanem lépten egy szintet, és ez már a király udvar lett ez a, ez, a, ez a kíséreti szint. Ennek megfelelően ezek a személyek kisebb-nagyobb jelentőségű királyi feladatokat kaptak. Katonai, diplomáciait, gazdaságit, és a többi. És a többi, és ezen az úton indult el Kinizsi, nem szoktuk róla beszélni, vagy kevésé is, mert az is lehet, hogy persze ez az a mi hibánk is, hogy kevésé tesszük kutatók nyilvánosan, hogy pénzügyi sóigazgatásban kezdte a pályáját. Már Marosi Sókamara is pánként tűnik föl. Ez egyértelmű királyudvari megbízás, tehát mint hogyha valami, az előbb emlegetett ozorai pipó mintára, és szintén ilyen gazdasági és sókereskedem terén tette meg az első lépéseket, aztán lett nagyhatalmú katonai vanasok és országos báró. Tehát, mint hogyha en, e felé indulna el, utána azonban ez, ez véget ér a 60-as évek közepén, második felében vagyunk az 1460-as években, és onnantól kezdve egyre határozottabban fordul kínzsi pályája a katonáskodás felé. Hogy ez a tehetség felismerése, vagy maga is ballérozódik a, a katonai jártasság, van azt kevésbé tudni. Tehát azt, azért azt, azt is fontos leszögezni, hogy ez, ez is egy szakma, a középkorban is egy szakma. Nem véletlenül, gondoljunk párhuzamként a Mohácsi csatánál hosszabb tanakodás megy, hogy ki legyen a fővezér. Mert az világos, hogy néhány száz vagy néhány ezer fős csapatokat ezek az emberek kiválóan el tudtak mozgatni. De 25 ezer ember mozgatása egy csatatéren, az egyértelműen szakma, az érteni kell, az kevés a, a személyes, hogy mondjuk testi és szellemi képesség, gyakorlat kell hozzá, szervezőkészség, előrelátás, és a többi. E, és a többi. Tehát ez, is egy szakma volt. Könnyed, hogy ebben a szakmában palírozódott folyamatosan Kinizsi, és aztán, ahogy a Magyar balás pályája emelkedett, akiről majd Tamás gondolom néhány szót fog szólni, gyakorlatilag vele párhuzamosan a most a fia Kinizsi pár pályája is indult egyre magasabb, és aztán érünk a 70-es években, amikor lényegében eléri azt a, azt a szintet. Nem csak a saját tehetségéből, majd talán később még lesz idő arról beszélni, hanem a 70-es évek második fele, 80-as évek eleje a király hatalomgyakorlása, a király országirányítási szempontja is változtak, részben saját magától részben külső hatások eredményeképpen, és ebben a pozícióban, ebben a pillanatban a tehetséges kinizsi és a királyi szándék találkozik, és akkor elindul egy a pályájának egy újabb, vagy mondjuk turbófokozatú időszaka. És ne felejtsük el, tisztelt hallgatók számára, hogy tegyük világos, hogy a középkorban a sóigazgatás nem úgy volt, mint ma hogy besétálunk a szupermarketbe és veszünk tettőleges mennyiségű, hogy ilyen királyi monopólium volt, és az egyik legfontosabb királyi jövedelem magának a sónak a bányászata és annak a forgalomba hozatala. Ráadásul a, ugye a, a, a hadsereg ellátásában is, sőt a hadsereg fizetésében is rendkívül jelentő szerepet játszott. De gyakorlatilag ugye a, a, végvárak katonasága is, meg más katonai alakulatok is, illetve azonnak a tagjai, azok nagyon nagy részben sóban kapták meg zsoldjukat, a jövedelmüket. Ugye ezt aztán ők maguk érték, ebből kapták meg gyakorlatilag ugye a zsoldjukat. Tehát, hogy ez a kettőszoros összefüggött már, tehát valaki ugye, ugye sok kamarád felügyel, nem következik az, hogy nincs katonai ugye egy Pipó azért jó példa mert hogy nem ok, nem ok nélkül egyesült az ő kezében a sóigazgatás is, meg a, meg a déli végeknek a védelme, a talóci testvérek ugyanez, tehát ez a kettő a középkorban szorosan összefügg. tehát, hogy a kettő egymáson keresztül visszatett az út a magasabb katonai, vagy adott esetben kormányzati tisztségekig. Ugye Magyar Balázs egy nagyon érdekes, ugyancsak a Bóly megyei család, ugyancsak isnemes is, ugye az ő kezetéről nagyon keveset tudunk, de hogy Hunyadi szolgálta, hogy Hunyadinak volt valamiképpen az embere, egyértelmű, és ezért kerül aztán persze ugye, Hunyadi halála a fia udvarába, ahol aztán egészen elképesztő karriert fut be, először ő is az udvarnak adta, és mindenféle adhok. Egyébként ez, a, ez, ez, ez maga a rendszer, tehát amikor valaki bekerült az udvarba, akkor nem voltak olyan kompetenciák, mint ma azt hajlamosabb volna elképzelni, hogy valaki csak ezzel foglalkozik, valaki csak amazzal foglalkozik, hanem amit a király éppen parancsolt, várlefoglalás, kisebb hagyárat, királyi hagyjáratban a saját kontingens résztvétel, tehát össze-vissza mindenféle diplomácia. dolgokat, így a diplomácia, mindenféle dolgokat kellett ellátni, majd aztán ugye megkapja, kinevezi Mátyás többször is egyébként szlavon dalmát, vagy dalmát horvát bánná. E, aztán a kettő, két báni tisztség között Erdélyi Vajda, ugye részt vesz Mátyásnak az összes hadjáratában, a moldvai hadjáratban, a cseh háborúkban. E, ő az e, ugye 69-ben a frangepánoktól e, veszel birtokokat királyi parancsra, és ami nagyon lényeges, nem annyira köztudott talán ugye, hogy 81-ben, 1481-ben, Miután egy második élet alkonyán elfoglalja Otrántót, ugye, Itáliában, ugye ez azért egy egy, egy sokként éri Európát, mert gyakorlatilag az első ö, olyan alkalom, amikor az Oszmán Birodalom a, a, a perifériát, ugye mi is oda tartozunk, sajnos, tehát nem a Balkánon és Magyarországon, De. illetve Észak-Afrikában tereszkedik, hanem ugye azt az Itáliát éri el, amit az akkori világ vagy Európa szívének tekintenek. Ugye, hát Róma nincsen már messze Otrántótól, tehát egy olyan rettegés fogja el a Európát, hogy ezt nehéz lenne leírni, mint Konstantin Ápoly és Magyar Balázsa, az, akit Mátyás azzal bíz meg, ugye 81-ben, hogy adjon segítséget a hogy királynak ugye Otrantó visszafoglalásában. Tehát tényleg egy mindenes a királynak, és egy bizalmas a királynak, Ö és azt jegyezzük meg, erről szerintem még később lesz szó Kinizsi kapcsán, hogy azon kevesek egyike Magyar is, akik nem vesznek össze Mátyással hosszú pályafutások alatt. Ugye gyakorlatilag ő 58-tól túl is éli Mátyást, nem sokkal lehet túlélni Mátyást, és nem tudunk róla, hogy neki valamikor is lett volna konfliktusa Mátyással. Ez a kivételek közé tartozik, tehát kevesebben vannak azok sokkal, akikről ezt el tudjuk mondani. Az egyik magyar Balázs, a másik egyébként Kinizsi Pál, akiről nem tudjuk. Tehát valószínűleg olyan volt a személyiségük is. Nyilván azért is, mert alacsonyan nem emelkedtek fel, tehát minden Mátyásnak köszönhettek, itt a hogy ők a, a, a valóban a, a parancs végrehajtónak a, a, a tipikus esete, akik nem okoskodnak az, hogy miért is kell. Ugye ez a. a, a én még voltam katona, ugye a, a, az egyetné elő előfelvett az, aki mindig okoskodik. Na, ők nem ilyenek voltak, ugye? Ők, ha a királyt a parancsok kaptak, akkor azt végrehajtották, bármi is volt a parancs. Ahhoz, hogy a törökverő kinyizsit jól megismerjük, elő kell venni ezt a törökverés témát. Mi volt Mátyásnak a. A, az oszmánok elleni ö, politikája, milyen ö, nagyobb ö, hadjárat vagy, vagy ö, ö, csaták voltak azok, amik, amik ö, meghatározták ezt, és, és ebben Kinizsinek mi volt a szerepe, amitől ez a török verőnév ráragadt? Ö szerintem ezt érdemes több részletbe vágni, hogy végig 33 évről beszélünk Mátyás úr, de egy emberöltő. Ez, 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 sokszor magunk is használjuk azt a kifejezést, hogy, kifejez, hogy Mátyás kor. És ezt azt, azt sugalja, hogy ez valami egységes, statikus valami. 33, gondoljunk bele, az elmúlt 33 évben mennyit változott, akár ez az ország vagy Európa. Tehát ez, ez, nagyon sok idő. Tehát a Mátyásnak a török politikája sem egy monolit valami, hanem ennek vannak különböző periódusai, amit az aktuális helyzet a adaptálódott. Az uralkodása elején, de azt hiszem, mert majd a Tamás még bővebben fog beszélni, az uralkodása elején sokkal aktívabb volt. Ezen meglepő módon azt gondolnánk, hogy a, a kiteljesedett hatalmú Mátyás az, aki aztán a törökökkel, nem, éppen a második felében egészen más ö, prioritások voltak Mátyás külpolitikájában. Ö, egészen sokkal aktívabb volt, ö, részben, mert elvárás volt, tőlem, említette Tamás, az apja árnyékában kellett ö, megállni a helyét. Tegyük hozzá, 1464 márciusában koronázzák meg, tehát nem is volt koronázott király, csak választott. Egészen más a legitimi, legitimációja olyan királynak, akinek van a fején, volt a fején a Szent Korona, mint akinek nem is, neki akkor még nem volt. Tehát neki nagyon fontos volt, hogy hát, rosszul, de a közvélemény, a nemzetközi és a magyar közvélemény számára is elfogadtassa magát, és megfeleljen annak az elvárásnak, hogy ő törökvelő. Másfelől pedig volt egy kényszerhelyzet, hunyadi halála után, meg hát, ugye Nándorfehérvár vagyunk nem sokkal, ezt is ugye számtalanszor elhangzik, hogy Nándorfehérvár után a török eltakarodott és hosszú ideig nem, meg nem is próbálkozott. Hát pont ezekben az években Mátyás uralkodásának az elén söprik el a maradék Boszniát, és kivégzik a, a bosnyák királyt, elesik ugye Jajcavára a bosnyák székhely, egykori király székhely. Mátyásnak erre kell reagálnia, hiszen az ország közvetlen tőszomszédságában ott van a szultáni hadsereg, és most tevékenykedik a szultáni hadsereg. Tehát neki, hogy mondjam, evidens kényszer volt, hogy valamit tegyen ez ellen az akut vészhelyzet ellen, és ekkor indította meg ugye a, a, a Jajca Jostromot, amely sikerrel is járt, és hajca jelentőségét jól mutatja, hogy 1527-ig, tehát Mohács utánig, szinte, mint egy szigetként ellen tudott állni a, a török hódítás. Tehát egy kulcsfontosságú ö, objektumról, stratégiai folyóvölgy, és a többi, és a többi. Tehát számtalan ö, ok volt, ami a nagy szükség volt. Tehát ö, volt egy, egy ilyen kényszerhelyzet Mátyás uralkodása. A késő időszakban egy kicsit már változik a helyzet, de azt hiszem Tamás erről. Tud. ugye a fordulat éve az 1468 ez közt hogy mikor ugye Mátyás megtámadja Csehországot, Pogyabrát György cseh királyt, aki egyébként törölmetszett Mátyás volt, a Cseh Mátyás, ugye, tehát az ő trónalépésük azok az, az, hajszára megegyezik egymással, Ennek a kontextusa, ugye egy nemzeti cseh király, nem egy ulakoz ráadásul Mátyás segítségével, és ugye az, hogy miért fordul Pogyabrát ellen, ez a mai napi viták forrása, mi szempontunkból azért a lényeges, hogy gyakorlatilag ettől kezdve ö, van egy fordulat, tehát ettől kezdve láthatóan, ö, bár a szavak szintjén mindig marad ő a, az oszmánok nagy ellensége, de a olvasgatjuk, vagy a követjelentéseket, akkor mindig azt látjuk, hogy, ha, hogy, hogy, ő mindig kész mindig a törökök ellen, de csak akkor, ha van neki effektív segítség. Most, hogy mi a segítség, az persze Mátyás dönti el, ö, de ettől kezdve nyugaton hadakozik mások mellett ugye Kinizsivel, Magyar a stb., meg az összes többi e, Mátyás kreatúrával, csupor Miklós sorolhatnánk őket napestig. E, tehát a, a katonai érdefejtéseknek a fókuszában ugye előbb Csehország van, aztán később ugye Ausztria. E, ugye a Cseh azért érdekes, mert igazából nem egy sikertörténet. E, ugye azt e, nyilván a kedves hallgatók is tudják, hogy ugye kezet sikerek után ez az offenzív az elakad, és ugye Mátyás elfoglalja Morvaországot és Sziléziát, de magát Csehországot, azt nem tudja elfoglalni. Sőt, ugye Pogyebrát halála után, 1971-ben, e, ugye a, a morva rendek, a katolikus rendek egy kisebb része, ugye Mátyást ismeri el e, irálynak, de a többség azt a második ulasztot ismeri el, ott nem második, nálunk lesz majd második, ugye aki majd 90-ben Mátyást követi a Magyar Trónon. Tehát egy padhelyzet alakul ki, viszont óriási energiákat, pénzeket e, köt le, magának a, a Csehországban állomáshoz magyar helyőségnek a fizetése, de az alkalmankénti hagyatnak a finanszírozása. Ugye hát éppen ez lesz a, a, a kulcsmomentuma ugye a 71-es vitézféle, vitézánosféle összeesküvésnek, ugye, hogy a magyar rendek azt élemezik, hogy a török háború megszavazott adókat, azokat Mátyás ugye Csehországban költi, egy voltak éppen kilátásnak bizonyuló, soha be nem fejezhető háborúra. Nem is Mátyáson múlik egyébként, hogy kénytelen átmenetileg visszafordulni. Hát majdnem tíz éves szünet után, ugye utoljára Mátyás 66-ban van a déli fronton, legközelebb 75. novemberében Szabásnál találkozunk vele, tehát majdnem tíz év telik el, és ez közvetlenül összefüggésben egyébként a török frontnak az eseményével. Ugye Mátyásnak az óriási szerencséje, hogy második megmed 66 után, amikor egyébként vagy köt mátyásra Mátyás egy békét, vagy nem köt. Ugye ez is érdekes, hogy a, a forrásokban mindkettőre találunk ugye, utalásokat. de hogy ez a homályos, ez mindkettőtnek érdekében állt. Azért állt érdekében, mert Mátyás hivatalosan 63-tól 78-ig, szövetségben állt Velencével, és elvileg hadilá, hadi háborús viszonyban állt az oszmánokkal. Ugyanakkor Mátyás, ugye a már említett 64-es boszniájára adott leszállítva, nem adott Velencének semmiféle segítséget, sem az albánoknak tegyük hozzá. Tehát gyakorlatilag miközben hadi állapotban volt az oszmánokkal, igazából nem próbálkozott aktív fellépéssel. És ez akkor változik meg, amikor Mekmed ismét visszatér északra, miután egyébként a Balkán meg a Fekete-tengernek a, Fekete a vidékét pacifikálta, és ugye 74 februárban az osz, egy oszmán ö, 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 sereg ugye felégeti kirabolja Nagyvárdot, ami egy szimbolikus helye a középkori magyar királyságnak, ugye Szent László, Luxemburgi Zsigmond E, Pihenője, nyugvóhelye, e, és ez olyan felháborodást kelt Magyarországban, hogy miközben ugye az oszmánok már gyakorlatilag az ország, mert hogy ez nem erdély már, hanem az ország szívét tegyük hozzá, tehát mélyen be kell jönni az ország, hogy ezt elérjék, akkor közben Mátyás ugye gyakorlatilag e, Moldországban, Sziléziában hadakozik, hogy kénytelen visszatérni e, átmenetileg e, Magyarországra, és az oszmánok ellen hadakozni, Ennek lesz ugye a következménye 75-76 telén ugye szabásnak az ostroma, Eh, ahol egyébként ki is eh, eh, részt vesz, nyilvánvalóan nem tudunk bővebben hogy pontosan Kinzsiék egyébként mit csinál szabácsnál, mielőtt rákérdezne. Eh, tudjuk, hogy ott volt a hagyjáratban. nem sok források van ezeknek egyébként, a részevőket tekintve nem sok van sajnos, azt kell mondanom. Tehát ezek, ezek ilyenek. Eh, ugye ezt a várat néhány évvel korábban az építették. Uh, és kiváló uh, célpontot nyújtott Mátyásnak arra, vagy olyan, olyan értelemben, hogy egy viszonylag uh, biztosan elfoglalható erősség, amelyet fel lehet mutatni egyrészt a PEL politikai ellenzékének, másrészt pedig ugye Európának, uh, a keresztény Európának, hogy ő igenis uh, a, a, a vállám is ennek a háborúnak a terhét, az oszmánok ellen terhét, de azt azért tegyük hozzá, hogy, és ez felmerült már a kortársakban is, sőt a szultánban is felmerült, ugye, hogy miért nem Szentrőt. Ugye Szentrő a valamikor egy szerb államnak a fővárosa volt, egy szabáshoz képest sokszoros erősebb vár, oszmán kézen, Viszont Mehmed is nyilván tette, de ezt tudjuk pontosan, hogy ha a magyarok szedrőt veszik ostrom alá, akkor személyesen fog Magyarország ellen vonulni. Tehát Szabács ilyen értelemben egy kompromisszum volt Mátyásnak. Úgy tudott sikert felmutatni úgy Magyarországon, mint Magyarországon kívül, hogy nem kellett vállalnia egy újabb szultáni támadásnak a kockázatát. Mert ha gyakorlatilag ugye 76, sőt, Mátyás már ugye 76 februárban elmegy, ott hagyja szabácsot, vannak utóvét harcok, kisebb várakat, erősségeket foglalnak el, de már Mátyás láthatóan nem foglalkozik a kérdéssel, ugye 76 decemberben van az esküvő beatrix és utána megy is vissza nyugatra, tehát láthatóan el is engedi, el is engedi az oszmán kérdést. Három év nyugalom következik, és akkor jutunk el ugye eh, ahhoz az epizódhoz, amely Kinizsiv szempontjából az első bővebben megragadható eh, eh, katonai esemény, a 79-es Kenyérmezei eh, csata, mondjuk azzal érdemes, hogy egy kicsit közelebbről is megismerkedni. Hát akkor, akkor ismerkedjünk meg Kenyérmezővel <laughs> közelebbről is. Igen, tehát Nézzük 1479 késő nyarán őszén egy nagyobb török csapat törbe Erdei területére, hasonló módon, mint 74-ben a Váradi. Tehát itt nem arról van szó, hogy néhány száz csibész lovagol az utakon, hanem hát ez egy tízezes nagyságrendű török támadás, amelynek az elhárítása a elhárításáért az elsőrendű felelős Bátor István Erdély Fajda, az ekkor frissen kinevezett Bátor István, aki néhány hónapja lett Erdély Vajdája. Tegyük hozzá pontosan egy idő, vagy szinte egy időben, 1479 tavaszán vagyunk, amikor Kinizsi párt kinevezi Hunyadi Mátyás az úgynevezett alsó részek főkapitány. létrehoz ezt a tisztséget, és megteszi az alsó részek főkapitányának. Ez azért érdekes, mert azt is egy kicsit jobban érthetővé váljon a történet a hallgatóság számára. A, a teljes magyar déli határrészt, ezért innentől három ember lesz lesz igazán a, a felelős. A nyugati határrészét, a Szlavonbán, a dalmát horváth ő dalmáci és Horvátország és Szlavónia területért felel, az keleti végekért, Erd, ugye Erdély, az Erdély Vajda, és a kettő közötti terület korábban a Temesi Ispánnak nevezték, és mostantól az alsó részek főkapitánya felel. Tehát ez a három személy volt a három határrésznek a, a Tehát jó érzékel, Mátyás ezt szét daraboltam, ez egy ember ilyen hosszú határszakaszt, egy ilyen birodalom ellenében és ilyen erős hadsereg ellenében gyakorlatilag nem tud minden jutott lenni, ahol esetleg ő szükséges. Nota benne ezt is érdemes hozzátenni, a törökök ezzel éltek is. Tehát amikor főcsapást indítottak, akkor is több helyen indítottak kisebb támadást, hogy az utolsó percig megosszák a magyar védelem figyelmét, Mohácsnál is így volt egyébként, tehát 1526-ban is így volt, hogy minél később tudjanak esetleg a magyar hadak egyesülni, és ez az, ez az, aktus, ez szerepet is játszik a kenyermezei csatában, majd erről mindjárt lesz szó. Tehát ez a védelem, és azért fontos, mert egy nem csak felelősséget adott Mátyás Kinizsinek és a másik két társának, a egyben az erdély, vagy az erdély nemesség hadbaszólításáért, vagy a helyi katonai erő, itt nem csak nemesekről van szó, hanem jó sem vannak zsoldosok is. A, a alsó részek főkapitánya pedig, hát legalább 9, de lehet, hogy 14 alsó magyarországi vármegyének a hadrafogható népessége fölött rendelkezett. Ez azt jelenti, nem kellett megvárni a királyi parancsot, nem kellett megvárni a királyi mozgósítást, és nem kellett megvárni, míg Budáról, vagy Tolnáról, vagy valahonnan odavonul a magyar sereg, mert ez elképesztő mennyiségű időveszteség, hanem sokkal gyorsabban tudott mozgosítani. Persze nem akkor adhat de mégis érdemleges méretű erő. Tehát ez volt a az megelőző helyzet 1479-ben, és könnyen lehet, hogy a török támadás például azért is indulhatott meg, hogy felmérjék ennek a rendszernek, mert ők is tudtak mindenről. Tehát tudjuk nagyon jól, a erdélyi száz a levéltára meg, meg, meg adatok, kémek jöttek, mentek, tehát akkor is pont úgy működött a, 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 katonai felderítés, mint ma csak nem drónokkal, meg műholdakkal, hanem kereskedőnek álcázott és, és másnak álcázott kémekkel. Tehát a török is tökéletesen tisztában volt azzal, hogy milyen rendszerrel áll szemben teljesen pontosan ismertem a magyar ö, rendszert, lehet, hogy ezt, a, ez, ezt, is szerette volna tesztelni. Egy hasonló persze, egy jó kis rablás, meg egy kis zsákmány, meg egy kis rabszolgákat mindig jól jön, e, és ugye betörtek és indultak vissza, bátori ö, ö, nem volt akkora erő birtokában, hogy szembeszálljon velük egymaga. Ö, ő is egy darabig hátrát, és várta a, a királyi, illetve a, a, a társak ö, segítségét. És amikor visszafele indult ez a hadsereg, immáron megrakodott a zsákmányon és ö, rabszolgákat, akkor ugye el kellett szánnia magát. A, 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 tehát azt nem lehetett megtenni, hogy az erdei vajda harc nélkül végignézi, hogy bemennek a tartományába, kirabolják, majd hazamennek. Tehát ez olyan személyes és országos presztízs vesztesség, amit amit utána gyakorlatilag meghívó levél lett a volna a következő esztendő egy újabb török támadásnak. Tehát meg kellett mutatni, hogy innen katonai erő nélkül nem mehetnek ki, és szembe ö, fordult velük, és akkor ugye, október 13-án találkozott ez a két hadsereg és azt tegyük hozzá, ugye, hogy, hogy miért akkor jönnek ott, megint a törökök. Ugye az előbb szóltam a, a hosszú oszmán velencei háborúról, ugye ez 78-ban ér véget, amikor Velence, hát a jó kívül, tehát akarat kéntelen kénytelen hatalmas veszteségek miatt ugye békét kötne szó És ugye, ugye, érdekes, hogy Mátyás, aki korábban jóformán semmit nem tett a Velence segítségére, amikor a velenceiek békét kötnek, akkor miért tett, hogy fel volt háborodva? hogy hogy hagyják így, így, cserben az ő szövetséget. Tehát azért az érdes, ez a diplomáciai játszmák azért nagyon, és Mátyás ennek a mestere volt, tehát e, tudott ő ezeken a húrokon játszani, e, és ugye mindenki attól tartott teljes joga, ugye, hogy mivel Velence már nem köt le Oszpán erőket, ugye Mehmetnek lesz ide és energiája ugye, visszatérni északra. Ez is történik egyébként nem maga a hanem e, a határvidéki erők. Valószínűleg egyébként ők ugye próbálták ugye, oszmán függésben tartani, tehát ez az erdélyi ö, betörésednek egy mellékszála. Ennek is egyébként számtalan példáját látjuk. Ráadásul az év első felében, tehát 79 nyarán, nem az első felében, augusztusában már a délnyugati régiókat is ért egy oszpán betörés. Még például olyan területeket, amelyeket korábban nem is értek az oszpánok, hogy általában még zalamegyét is ben is portjáztak. és ugye erre jön a októberben ugye ez az erdélyi betörés. Tehát, hogy igazából ettől már elszokott az ország, és Mátyás is, hogy, hogy, hogy ilyen mértékben kénytelen ugye az ország védekezni. Ugye a legérdekesebb kérdés, ugye Bátori kapcsán, meg Kinizsi kapcsán, ugye, hogy voltak éppen az a hagyományos és Bonfini által is leírt sztori az igaz, ugye, hogy a Bátori már ugye sebesülten, bekerítve, oroszlánként küzd, de vereséggel néz szemben, mikor ugye megérkezik Kinizsi, meg hát vele megérkeznek ugye a jaksicsok, ugye a szerbek, ugye ezt később visszatérhetünk, hogy ugye a, a, a déli rész, az alsó részek főkapitányságán is ugye gyakorlatilag, és a Kinizsinek a, a, a seregében is oroszlán részt játszanak egyébként a Magyarországra települt vagy telepített, ugye könnyű lovas szerbek, ugye a jaksicsok ezek ez a legismertebbek, Brankovics Vuk, aki ugye a szertespoták tehát, ugye törvénytelen, de, de Branko is leszármazott, ugye, aki boszniai bán is lesz később. Tehát, hogy ők azért egy ilyen kompakt csoportot alkotnak, és szinte minden ilyen török elnes eh, hagyatban benne vannak. Ugye Kinizsének méltó barátai és partnerei, mert, hogy a, a, a Kinizséről tudjuk, hogy egy elképesztően eh, kegyetlen, eh, hát mondjuk, hogy lehet jó értelem, meg kegyetlen, de egy eh, könyörtelen hadvezér volt, és ezek a szerbek, ezek, ezek ugyanilyenek voltak, tehát ők ugyanúgy gyűlölték az eh, Tehát nem sok fogja amikor ők így háborúztak. Egyébként kenyérmező ugyanezt, végig egy brutális mészárlás. Tehát, hogy Bátori megvárta a Kinizsit, és már a seregében voltak ugye Kinizsi katonái, vagy amit Bonfini ír, ez a romantikus leírás, ugye, hogy már a vereségre készülnek, amikor megjelennek ugye Kinizsinek a könnyű lovasai, és legázolják az oszmánokat. Ugye ez tipikus, egy eldönthetetlen kérdés, mert hogy források vannak egyik mellett is, másik mellett is. Az egyik forráscsoport azt állítja, hogy már már ott voltak ugye Kínizsi katonai, tehát együtt várták, azaz együtt álltak csatát az oszmánokkal. A másik csoport azt mondja, hogy valóban ugye, bátor is szólt Kinizsinek, de csak úgy érkezett meg, hogy már a elkezdődött csatában kellett, ugye, kellett beavatkoznia. Az én személyes véleményem az, hogy. Ez utóbbit azt támogatja, ugye, hogy magának a rendszerek volt az a lényege, hogy mindkét, tehát az alsó részek kapitánya is, meg az Erdélyvalda is, erre van kívhat, kifejezetten forrásunk is, hogy köteles volt a másik segítségére sietni. De ha a távolságot nézzük, ugye, azt hiszem, hogy öt nap át kinézsi rendelkezésére, hogy öt nap alatt valóban tudott volna úgy csatlakozni a Bátonihoz, hogy ezt az oszmanok nem veszik adott esetben észre, E, Hogyan tudták volna, akkor lezárni az oszmánoknak a menekülési útvonalát. Tehát bonyolult kérdés, e, a lényeg mindenképpen az, hogy gyakorlatilag ugye ekkor még a magyar határvédelem olyan e, szintet, erőt képviselt, hogy egy ilyen komolyabb, e, állítólag 20 ezres e, betörő oszmán e, határvédelmi sereget is képes volt gyakorlatilag majdnem megsemmisíteni, amekkora ugye ekkor tört Erdélyre. Uh, ugyanakkor azt látni hogy ez, a, ez az osz, Oszmán főerők voltak, tehát, hogy mégiscsak portyázó Oszmánok, könnyű lovas a kincsik, meg a határvidéki békeknek a, a, a helyőségei, de ettől függetlenül az, hogy egy akkor a sereget tudnak e, szétszúzni gyakorlatilag e, Erdélyben, ez egy óriási aditet volt, és ugye hát a kinizsinek az a híres, hírhet, ugye tánca, ugye a, a csatatéren, ugye ezt talán mindenki ismeri, még a, 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 azok is, akik Bonfinit sem olvassák, ugye hogy a csata után e, ugye, e, a, a magyar katonák, a magyar táborban ugye egymás szórakoztatták egy vittesen gesztikulálva, mire aztán hát nyilván egy kis bor elfogyott, ugye ezt a bőségesen találtak az oszmán táborban is, és akkor minden borközi álpodban, ugye Kinizsi maga is odaúrta a, 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 a hullák közé, és a fogával felemelt egy oszmán katonát, az övénél fogva, és akkor azzal ott. Tehát, egyébként az, az érdekes ebben, hogy ugye Bonfinis azt írja, hogy hogy a katonái is inkább csodálkozza, mint, 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 mint viccesen nézték, tehát valószínűleg ők is megdöbbentek ezen a, ezen a, a, morbid táncon, és hát majd erről fogunk beszélni, hogy Kiidzsi-től nem állt ez a fajta, ez a fajta, hogy mondjam, a mai ember számára megdöbbentő, de akkor valószínűleg egyébként nem annak számító embertelen kegyetlenség, egyébként a saját katonáival szemben is adott esetben. Ez benne volt a korszellemben, ez egyszerűen nem is, nem is működött másképpen. És hát tudták ők is, hogy ők se sok kegyelmet kapnak a túloldalon. Tehát, itt, itt, még a Genfi Egyezmény, ha jól tudom, ekkor még nem volt érvényben. Tehát. Ha már említetted a saját katonáival való bánásmódot, akkor egy kicsit rá tudtok világítani arra, hogy ez a, a tisztség, amit ott a, a hogy, hogy, hogy nem a alsó részek apitánságával megkapott. Ez, most ugye a határvédelmi rendszerben elmondtátok, hogy hogyan működik, de lokálisan az alsó részek, tehát a középső régiónak ö, ez konkrétan mi is volt a feladata, tehát ez csak katonai, és, és az hogy állt össze, vagy, vagy volt más feladata is ez elsősorban katonai, hát ugye a helyből adódóan katonai tisztség volt, de egy dolgot nem szabad elfelejteni, ő egyben nem veszítette el továbbra sem, ezzel, a, a kapitánság együtt járt Temes megye ispáni tisztet. több más megyének volt ő az ispánya, de Temes ispánság azért fontos, mert az úgynevezett bárói méltóságok közé tartozott. A báró, ma már más gondolunk, vagy más tudunk a bárókról, a báró a középkorban ebben az időszakban nem egy Ilyen társadalmi elit megnevezésére szolgáló kifejezés volt, azok voltak az ország bárói, akik meghatározott tisztségeket éppen betöltöttek. Báró volt a Nádor, báró volt az országbíró, báró volt a, a, az Erdélyvajda, és a többi, egy, kb. egy másfél tucatnyi bárói tisztségről beszélünk asztalnokmester, lovászmester, és a Pozsony és a temes ispán. Hagyományosan két ispánság volt Magyarországon, a két ispánnak a kulcsfontosságú földrajzi fekvésében, a pozsony nyugat felé, temes ugye török felé, dél felé, ö, tehát ő egyben bárói mértóságot ö, élvezett, Ez, ezzel ugye megszólítás, tisztelet, a király tanácsban való részvétel joga, tehát ezek azért tényleg a nagyon-nagyon rossz a párhuzam, de mint ma a miniszterek, vagy a modern korban a miniszterek. Tehát az ország vezetésének, a, a, az országot vezető személy környezetének a legleg leg, leg felső rétege, tehát Kinizsi Pál egyben bárói méltóságot is viselt, de konkrétan az ő feladata, ahogy ezt tulajdonképpen fölvezettük a neveltetéséből, múltjából fakadóan, azért neki mondjuk azt talán már az elmondottak alapjaként, hogy, mondjuk diplomáciai feladatra nem ült. Tehát a szentszékhez nem őt küldte. Mátyás nem véletlenül oda jól beszélő, több nyelvet beszélő főpapokat küldött, humanista főpapokat küldött. Tehát majd megtalálta ő, a király megtalálta a megfelelő embert a megfelelő helyre, és hát melléket ábra mutatja, haláláig viselte ezt a tisztséget. Tehát a következő uralkodó második Ulászló is megtartotta. Tehát valószínűleg mindenki tisztában volt, nálánál jobbat oda, azokban az időben nem találtak volna. Vagy hát csak kevesen lettek volna erre alkalmasak. Tőképpen Ö, hogy mondjam, szerencséje volt, ez persze egy hülye hangzik. Ö, tehát, ugye 79-ben nevezte ki Mátyás, az alsó részek főkövítelme, és ezt a tisztséget gyakorlatilag haláláig, vagy mondanáig be is töltötte. Ö, de hogy a, a, a tényleges tevékenységben volt egy kóba hiátus. légy, ugye a 79-es, Kenyérmezei-Török-Magyar összecsapást követte egy ö, rövid, három éves ö, aktív szembenállás. Ö, Ja, nyilván az sem hagyták ezeket általában ö, annyiban ezeket a... Ö, ö, tehát ez volt az egész ö, viszonyok a dinamikája, hogy bármelyik fél csinált valamit, akkor arra a másik mindig válaszol katonailag. Bocsánat, gondoljunk bele, hát a bosztény hadjárat, Mátyás, amit a Tamás az előzően elmondotta, hogy Mátyás egy bosszú hadjáratot indított 79 után, de nagyon jó kompromisszummal elmelt jajcai, tehát a magyar, már nem magyar király, de a magyar király fennhatóságot utolsó történt, ott tartott egy hadiszemlét, van róla levelünk, hogy hadiszem, tehát megmutatta, ekkora hadseregem van, ilyen fegyvereim vannak, aztán visszament. Kínosan ügyelt arra, hogy a török területre a lábát benne tegye, nehogy magára húzza a szultáni hadsereget. Tehát, hogy ez korábban is megtörtént, de kellett egy bosszú, kellett egy ellen hadjárat, hogy megmutatni, hogy hát ti bejöttetek Erdélybe, én viszont, ha kell, felvonok a hadseregemmel, és tudok bármikor támadni. Bocsánat. Van ennek egy, egy, kocsmai tehát ez a, hogy megmutatom, hogy ki az úr, tehát hogy, hogy nem akarok okvetlen verekedni, de tud, hogy ha ütsz, akkor én is ütni fogok, mind a két fél részéről. És ugye ezt a 79-es összesapást követi egy három éves ö, 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 háborúskodás, ugye Mátyás személyesen megint kénytelen visszatérni gyakorlatilag, ugye akarata ellenére, még egyszer mondom, hagyja ott ugye a nyugati haszítére, kénytelen visszatérni, ugye jobb Boszniába megy komoly hadsereg lévén. Ugye Bosznia akkor már ö, ö, oszmán terület, ott portyáznak Mátyás seregei, ezzel párhuzamosan pedig ugye Kinizsi, meg a, déli, a dél, dél a délkeleti a, kapitányai, ők meg Szerbiát tudják, hát ez egyébként jellemzően két irány, ugye 81-82-ben is, sőt 80, 80 novemberében, 80-82-ben is Kinizsi. Nem is egyszer egyébként többször is ugye Petőr. ez egyik Krusevász ugye Morava völgyében, ez egy, ez egy, ilyen típusú vonal, tehát mindig ezt követik gyakorlatilag a magyar seregek. Ugye levonulnak a, a folyó völgyében, általában egyébként folyami kísérettel, tehát ilyen folyami flottilla kísérettel, és akkor onnan a szélrozsa minden dúlnak, fosztogatnak mindent, és hozzák haza ugye ezer szám ezeket a nyomorult szerb, meg balkáni parasztokat, ugye, hogy letelepítsék őket oda, ahonnan kipusztult a lakosság, az oszpánoknak közöhetően és mindent, amit lehet égetnek fel, ugye, eh, hogy minél kevesebb legyen ugye, az oszmánok számára elérhető muníció, termék, minden. A másik Szentrő, tehát ugyanez ugye vidéket, tehát Szentrő és húsvárc a két irány, két nagyon fontos oszmán eh, ugye, bázis, ahonnan egyébként Magyarországot rendszeresen pusztítják az oszmánok. Tehát hogy ez a stratégiai céljezetnek a... Eh, és aztán ezeket persze kisebb ilyen eh, ütközetek tartítják ugye például a Szentrőnél, ezekbe Kinzsi mindig az élen jár, ráadásul ugye zömmel könnyű lovasai vannak, tehát mindig ugye, amennyire tudjuk a leírásokból, van egy, egy nehéz lovas mag, ez egyfajta ilyen, sőt, szekérvárra megerősítve, így a nehéz lovas szekérvár mag, és aztán, és több ezer könnyű lovas, ugye átkelnek a Dunán, és aztán ezek pusztítanak mindenfelé. Ugye a, a ebben a három éves periódusban van nagyon fontos cezúra, ugye 81, amikor meghal második Mehmed. Ö, és ugye az új szultán Bajazid, akinek van második, ez van épp elég bajéként a, a birodalomban is. Ö, és a 82-es betörések már Kinizsivel, az illázok már azt célozzák, hogy a, az új szultánnál egy jó alkupozíciót kivívni. Tehát, hogy kihasználva azt, hogy ugye minden szultánváltásnál van egy ilyen kis belső válság az oszmán birodalomban, hogy ezt kihasználva, amennyit lehet ugye nem is foglalni területet, de hogy érzékeltetni, hogy itt azért egy komoly határvédelem van, és 82-es ugye szerbiai portja már kinizsi részéről teljesen egyetemen ebbe az irányba mutat, és aztán ezt a periódus zárja el, ugye 83-ban az az oszmán-magyar béke, amely gyakorlatilag ettől fogva jár Mátyás haláláig, ugye 80 azon megerősítik, Mátyás haláláig azt jelenti, hogy igazán komoly hadi tevékenység az oszmán magyar határon nincsen. Tehát hogy ezért fontos hogy Kinizsi, ugyan ő az alsó részek de a békeőt is köti. Ugye ezeknek az a lényeg, ezeknek az oszmán magyar békétek, hogy mindig kikötik azt, hogy, hogy bizonyos, hogy mi az a, a, sereg létszám, ami fölött már ugye a béke megszegésének kell tekinteni bármilyen katonai tevékenységet. 500, stb. tehát minimális. Tehát igazából ettől kezdve nincs e, e, számottevő e, e, katonai tevékenység, azon a, sőt, tehát általában az már magyar viszonylatban, és ez Bajazidnek is nagyon jól, tehát hogy igazából ugye diplomáciai szinten megy a kötélhúzás, ugye Jem Herceget próbálja megszerezni Mátyás, ugye a másik követelőt, hogy kiátsz a Bajaziddel szemben, de igazából mindkét fél ki van azzal békülve, hogy, 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 hogy az a padhelyzet, ami ott, ami ott kialakult, az ne változzék meg. Hát ezt majd ugye szemben fog a dolog megváltozni. Bizonyos szempont. Sőt, annyi, a a tulajdonképpen még ennél is hosszabb távú jelentősége van. Lényegében 1521-ig nincs komoly hadjárat ide vagy oda. De és ez azt jelenti, hogy egy eltelik egy emberültő úgy, hogy a, tehát amit láttunk 79-ben, meg 74-ben korábban, meg a hunyadi korban, akkor intenzív jönnek-mennek a hadak, ez úgy egy picit ellaposodik. És a, a, a fölnő egy, egy, komplett új generáció abban a tudatban, hogy a magyar királyság ugyanott a török állandó problém meg ott a határmenté teljesen kírül, meg, 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 nagyon sok baj van, de voltak éppen fölnőhet úgy felnőtt ember, mondjuk abban, megyében Kassán, hogy nem hallott különösebb török ügyekről, és abban a hamis ö, tudatban is le, lehetett a magyar közvélemény, ez látszik majd a jagelókorban, de most nem a szűkebb témánk, hogy hát ö, ebben a hamis tudatban, akár majd mi le is győzzük. miközben nem voltak annyira tisztában, az állami vezetés igen, de a mondjuk a ember nem, nem lett egy tisztában, hogy milyen birodalom nőtt közben föl a túloldalon, mondjuk 1520-30-ban. Tehát ez már messze vezet, csak hogy eznek a fegyveres egy ilyen hosszú távú ö, 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 hatását is érdemes. Tehát ezek azért nem csak arra néhány esztendőre, hanem ezek a lépések hosszabb távon is hatást gyakoroltak. Említettétek, hogy ezek után Mátyás újra a nyugat felé fordítja a tekintetét és a, a figyelmét. Itt bármi szerepet Kimizsi ebben az irányban kap, vagy tudunk erről? Hát a 80-as években az, az a gyanúm, sajnos ebből viszonylag kevés a konkrét információ. Valószínűsíthetjük, hogy igen. Ezt abból merem következtetni, hogy viszonylag jobban e, ismerhetjük Bátor István az erdély vajda korabeli, ezen korabeli mozgását és tevékenységét, és az jól látszik, hogy nagyjából 85 Bécs elfoglalása után, 85 és 87, mert az, a, az az, aktívabb időszak ennek a háborúnak, amikor csak teheti, akkor hívja Bátor, tehát akarja, hogy ott legyen Bátor, a másik ilyen nagy ö, katonája és nagy hatalmú bárója a Mátyásnak. E, tehát ebből gyanítható, hogy is is valószínűleg, hiszen ezek elsőrangú katonák, és ha a déli határon nem kell fegyeget, nem érzi fenyegetve magát nagyobb támadástól, világos azért ez nem volt egy fegyvertelen béke. Tehát itt azért, itt azért adok kapok volt. Tehát mi van, mi van, mi van, és jött a pofon. Tehát, hogy, tehát azért ez, ez, ez egy fegyveres béke volt, de mégis csak béke, tehát nagy hadjárattal nem kellett számolni. Hát azért az tény, hogy egy bátorít vagy egy kinizsit az osztrák háborúban nélkülözni, az valószínűleg luxus lett volna. Tehát jó esélye ezekben. Van, van, van néhány elejtett információ, hogy tudjuk, hogy 87-ben, ha jól emlékszem, de ezt utána kéne nézni, ott volt. Tehát ebből azt gondolnám, hogy a többi időszakban is a, a 87 után az már megint egy másik kérdés és amikor már Mátyás is beállítja ezeket a nagyobb vadimozgásokat. És hát tudjuk, ugye nem esetről az, hogy a boroszlói táborozás idején is ugye ott van kini ugye lengyel, lengyel területeket, ugye ekkor Mátyás a rájelenző, ugye maga módon ugye nem elégszik meg a cseh király, hanem neki kell a lengyel király, meg a császár is ugye egyszer ellenségnek, mert úgy izgalmas a játék, és ugye hát ezért küldi a, e, megjegyzem megint csak hogy ezekkel a szerb könnyű lovasokkal kiegészítve, ugye Lengyelország dullására kinizsi, és hát jól végezték a munkájukat, az látszik, ugye, mert gyakorlatilag a, a, a ugye a lengyel király is pánikszerűen kért tőle békét, tehát hogy ők ekkor ismerkedtek meg ezzel a fajta könnyű Ma úgy mondanák, hogy Szár, ugye, taktikával, amelynek a lényeg az volt, hogy ugye, hát minél több, és ezt ugye kinizsíjék, aztán mesteri fokon alkalmazták az a, a Oszmán fronton is. Tehát, hogy ez a terület gyakorlatilag az a Dél-Magyarország, Észak-Szerbia, Észak-Bosznia, hogy ez gyakorlatilag teljesen mondhatnánk, hogy kipusztult, tehát egy ilyen, ilyen no man's landé vált az ezeknek, mert hogy az akincsik, akikkel szemben ők, ezek a könnyű, oszmán könnyű sportjázók, meg a magyar és a szerpuszárok, ugye ezek ugyanazt a, a, a tantikát alkalmazták, tehát ők nem, tehát a, amit lehet felgyújtani, amit nem azt vagy lehet elhozni, amit nem azt meg felgyújtani. Tehát, hogy ezt ők most tényleg alkalmazták egyébként nem csak a hanem a Ausztriában is. Tehát, hogy ezeket azért azért vitték oda, vagy hit, vittem átjást. Nyilván nem azért kellett neki is, hogy, le, hogy, egy hosszú várostromnál ugye ott hónapokat töltsön, hanem hogyha kell, akkor szépen ezek a villám gyorsan portyázó lovasokkal, ugye, hát mondjuk, úgy, hogy nyomást gyakoroljanak a császára, az osztrák alattvalókra. tudjuk, hogy ezektől különösen egy egyébként. Tehát, hogy ez, a, ez, a, ez a híre, a, a, a pontja ezek ekkor, ez ekkor alakul ki. úgyhogy biztos, hogy ott volt éveken keresztül, vagy alkalmas, hogy több évben is előfordult, ugye, de ezek az osztrák háborúk tipikusan, meg a cseh háború is egyébként ugye egy, egy minőségileg más volt, mint a török háború. Ugye a török háborúnak két formája volt mondjuk így, az egyik a nagyobb hagyjáratok, amelyeken vagy, vagy, a szultán, vagy a magyar királyvezetésével ugye ilyen viszonylag kevés volt hunyadinókarát leszámítva, nagyobb seregek ugye, vagy ezek a néhány ezer vagy néhány száz fős ugye, csapatok, ugye a osztrák, meg a cseháború, ott azt jelentette, hogy gyakorlatilag, ugye, gondoljunk Bécsre vagy Bécsi helyre, akár éveken keresztül ugye, egy blokád. Tehát igazából nem volt annyira szükség ilyen típusú emberekre, mint Hinizsi. Eh, eh, ott arra volt szükség, hogy hogy paromi sok pénz legyen. Ugye, tehát egy ilyen blokkát fenntartani, azt, ezeket élemezni, a tüzéreket, ehhez iszonyatos mennyiségű pénz kellett alapvetően. E, tehát ezek, össze kellett rabolni. Össze kellett <laughs> rabolni, igen. Tehát, hogy majd akkor nyilván beszélünk ugye a, a, sereg, a, ugye, a híres fekete seregről is, amelynek ugye kinyis e, sem volt a része, vagy hát csak alkalmasint, de hogy ugye ez egy, egy teljesen más típusú háború volt, és más típusú hozzáértést ki, ki, e, igényelt, mint az oszmán e, Háblik. És a sokról annyit, hogy a bécsi ostom idejében megment a bécsi városi orvosnak egy naplója. Ez is szerencsés, hogy mi egy csomó mindent azért tudunk sokkal jobban, mert a, a, ezekre az eseményekről szóló nyugati volt, tehát osztrák-német források megvannak, és így e, Mátyás király mozgását. Ha Magyarországon vagy a délvidéken van, sokszor napok hetek maradnak, ki nem tudjuk követni, hogy hol volt a király. E, mondjuk amikor boroszlóba bevonul, meg, be meg tudjuk, hány órakor ment be. Tehát órára pontosan tudjuk követni. Tehát ugye mások forrás viszonyok. Tehát megmaradt ez a ö, orvosi napló, amiben leírják, hogy megrettentek a bécsiek attól, amikor ezek a portják vagy a kínzsi, vagy nem, azt nem tudjuk, persze a nevét ő se tudta. De amikor a magyar lovas csapatok jöttek vissza, és ho, az embereket hozták meg, van a zsákmány, meg vigyáztak is arra, hogy, ezt lássák benne a várban. Tehát gondolom ennek ugye egy ilyen mentális hadviselés része is volt, a boroszlónál is alkalmazta ezt a módszert Mátyás, tehát ez, is egy bevett módszer volt. Tehát, hogy igen, tehát ez sokkolhatta gondoljunk bele, Dunamenti kis osztrák, csendes kereskedő városban egyszer csak megjelenik mondjuk 500 ilyen jól szerb, magyar, legény, és a maguk udvarias módjában közlik, hogy mindent, ami mozdítható, ezt most elvédnénk, a maradékot meg meggyújtjuk, igen. Tehát ez biztos egy új világot hozott. De hát eredményes volt az kétségtelen. Említetted a fekete sereget, és kinizsi bizonytalanságát a fekete seregben, ez megint egy olyan legenda ezek szerint, ami a szájhagyományba kinizsihez kötődik de mi az, amit valóságban tudunk erről a dologról. Nem, most tudom, hogy ki nizs, ez kötődik-e, ugye, mert hogy, 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 ez egy ilyen, egy ilyen hogy mondják egy ilyen amorf jelenség volt ez a fekete sereg. Tehát, tudjuk, hogy amikor Mátyás meghalt, akkor volt egy ilyen, hiszen leírják, hogy volt egy ilyen, aminek akkor állítólag ugye a a, 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 a feketének hívott Haugwitz egy szilézie, jól emlékszem, Zsoldos vezér volt a parancsnoka akkor éppen. De hogy alapvetően ugye, amit erről tudnunk, az Mátyás életének a legutolsó éveire, amikor valóban mondjuk Ausztriában már elfoglalta Bécs-et, bécs, bécs ugye a bécs -helyi bevonulás, vagy bécs, bécs helyi bevonulás kapcsán tudjuk, van egy leírásunk ugye Bonfint, hogy, hogy ugye 28 ezer ember vonult be, de ez egy maximális hadilétszám, amelyet ugye nem hogy Magyarország, de még mondjuk az oszmánok sem tudtak volna adott esetben permanensen ö, táborban tartani. Tehát, hogy igazából Mátyás, ez a sereglétszám, ez egyrészt több forrásból táplálkozott. Tehát egy, egyrészt sosem tett le Mátyás a, 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 a főnemesi bandériumokról, tehát ez az egy fontos látni, amelyeket ugyanúgy felhasznált pénzellenében külföldi agyarátokra. Egyébként, amikor egy fűri bandérium elmegy mondjuk Morvaország, vagy Csehország, vagy Ausztriába, az egy zsoldos kompányánál válik, hiszen fize pénzt kapnak azért, hogy elmenjenek. Ugyanúgy egy köznemes, aki csatlakozik egy ilyen az az effektív zsoldos, ha nem is életforma szerűen, de akkor arra az időre pénzt kapta zsoldosnak tekintető. És ugye van effektív ugye egy, 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 egy közép-európai zsoldos piac, ahol nem csak Mátyás válogat, hanem ellenfele is válogatnak. Tehát az osztrákok, vagy mondjuk Frigyes, vagy Miksa, vagy második Ulászló, vagy ellenékére ugyanezeket a zsoldosokat fogadja fel. Ugye ezért van az, hogy gyakorlatilag ugyanazokat a neveket találjuk ismétlődni adott esetben, és tudjuk, hogy Mátyás is sokszor hagyták fel pénz miatt. Tehát, hogy ugyanazokat az embereket fogadták fel, ugyanazokkal a kompániákkal az egymással harcoló közép-európai uralkodók. Tehát a fekete sereg maga az nem volt sosem állandó, hanem mindig annak függvényében ugye, csökkent, vagy nőtt a száma, hogy éppen Mátyásnak milyen hadisziai voltak, tehát eszébe se volt, sőt, múgy is nevon arra, hogy mondjuk 30 ezer katonát januártól december 31-ig fegyverben tartson, mert akkor elfogyott a franciusos előre 20 évre, tehát ez, ez reménytelen vállalkozás lett volna, tehát ez a zsoldos sereg egyébként ezt egy kiváló magyar történész, Tóth Szoltán ezelőtt 100, 105 évvel gyakorlatilag Örülben már, más már, más év. már, leírta pontosan, hogy egyrészt, hogy nagy rész nem is nehéz lovasokból állott, hanem voltak köztük rendesen könnyű lovasok. Nem gyalogos az egyértelmű véletlen, egy lovas lovassereg, de alapvetően már nem tisztint tisztán nehéz lovas sereg volt, hanem sok köztük a könnyű lovas. Másrészt pedig nem volt egy állandó kontúrja ennek a seregnek, hanem, és ez, ez egy európai jelenség, tehát mindenhol Európában ugye ekkor kísérleteznek ezzel, de mindenhol csak addig, ami kiderül, hogy milyen rendteltes a sokba körül fenntartani, hogy nem projekt állandósítani. Ugye Így is elképesztő pénzeket emésztett fel Mátyás ugye, gyakorlatilag. Ugye ezt Kubinyi András, a a Kubinyi András elmélete volt, és szerintem nehéz lenne vele vitába szállni, hogy tulajdonképpen Mátyás csapdába is került ez által, tehát, hogy ha, ha nem akarta ezt a sereget gyakorlatilag teljes mértékben, ugye ha elengedte, mindig az a rizikó, volt, hogy a másik felfogadja. Telegedem a legjobb katonáimat, és holnap már úgy rá fognak lődözni. Tehát, hogy érdeke volt őket valamiképpen magához láncolni, de nem volt rá pénze. Ezért aztán gyakorlatilag kénytelen volt a háborút generálni és életben tartani, hogy a saját katonáit el tudja tartani. Ugye, ha mondjuk Szilézia van, beszállásolták a katonákat, nem örültek boroszlóban, de élelmezték őket. Ugye ezt Magyarországon nem tudtam volna megcsinálni. Hát hova, hovat vittem vitte volna? Ezek gazdag városok keltek. Csehországban voltak gazdag városok. Morvországban is, Sziléziában is, Ausztriában is. Ahol hát rá lehetett ugye ez a... Őkét vállalták persze, igen, a király kérdésére, hogy ellátják a katonákat. Ráadásul ugye, hogy ez a tovább gondolása, hogy tulajdonképpen azért is jó volt ez Mátyás szempontjából, mert ugye a katonák ott állomásoztak Csehországban, vagy Szilézián, vagy Ausztriában, de a szultán is tudta, hogy ezek ott vannak. Tehát mindig lehetett azzal operálni, hogy ha a szultán esetleg támad, akkor, mint szabásnál gyakorlatilag, villányosan hazahozzuk a zsoldosokat és viszük a déli végekre. Meg se próbált, egyszer próbált meg Mátyás, mert ez se volt, csak, olcsó mulatság, de maga, ugye, a, maga a, 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 gondolat, ugye, hát ez persze megint hipotetikus, mert nem tudjuk, hogy mi gondolt, hogy a második hogy bajazik, de a tudat, hogy ott volt egy jelentős létszámú, jól fegyverzett és jól képzett zsoldos sereg, zsoldos tömeg, amit bármikor át lehetett volna vezényelni mondjuk Sziléziából, mint 76-ban történik, vagy 70-ben történik az oszmán frontra, ez egyfajta ilyen fékként hathatott az oszmánokra, gondolni szoktuk. Így legalábbis azt, hogy valóban így működött, vagy nem működött, ezt nem tudjuk, de kétségtelen, hogy, hogy, hogy az érdekek úgy találkoztak, hogy nem is volt rá szükség, hogy ezt ugye, tesztelni ezen itt, ha jól emlékszem, vagy 1464-ben, vagy 65-ben van egy királyi levél, ami arról szól, hogy a vidékére megy, vagy szándékozik menni a király zsoldosokért. Tehát annyira ez a, ez a, ez a zsoldos piac, tehát lehetett tudni, hogy ha nekem kell 200 jó gyalogos katona, hol kell hol kell kopogtatnom, vagy kinél kell kopogtatni. Tehát, tehát ez, egy, ez egy bevet, láthatólag ez egy működő és mindenki, ugye, ha így írja le, akkor az számára evidens. Tehát ez tudta, ez nem egy véletlenszerű alkalmi pillanat, hanem ez egy, ez, a mód járta akkoriban. Tehát, hogy így, így lehetett katonákat szerezni. Említettétek, hogy Mátyás élete alkonyán a politikájával megint egy fordulat állt be. Mátyás életének az utolsó szakaszát mi jellemzi, és, és mivel ez elég jó párhuzamban hozható Kinizsi életének az alkonyával, ennek milyen vonatkozása jó annak Kinizsi tekintetében. Hát, ahogy előbb a Tamás beszélt a zsoldosok csapdájáról, Mátyás életében több csapda volt. A másik ilyen csapda az öröklés csapda. Ugye minden királynak, minden uralkodói háznak, minden dinasztiának a rémálma, hogyha nincs a középkorban legalábbis, ha nincs törvényes örökös. Ugye Mátyással köztudomáson ez a helyzet állt elő. Ugye az első felesége fiatalon meghalt, utána a helyi újhelyi szerződés értelmében, vagy visszaszerezhet. A, másik csapda uralkodás elején, ha már egy, most egy gyors ex nem volt nála a korona. Tehát a magyar király a Szent Korona nélkül nem király, nem lehet király, legitim kell. Tehát mindent el kellett követni, hogy meglegyen a korona, ezért semmi sem volt drága. Ezért, mert megszerezte a koronát, és semmi sem volt drága, vállalta azt, hogy egymást örökösi fogadják a harmadik figyessel. Hát harmadik figyesnek volt fiú gyermeke, ő könnyen írta alá. Mátyás azonban, ifjú házasként azt gondolta, hogy meg fiatal emberként, hát hány éves volt, 22-23, hát ki gondolja 22-23 éves korában, hogy úgy hal meg majd 47 évesen, hogy nincs fiú gyermeke, Persze olyan törvényes gyermeke vállalta, és ugye meghalt az asszony, utána egy hosszú hogy mondjam, legény élet következett, és ő 76-ban érkezik. Beatrix, akiről 70, 79 ben biztosan lehetett tudni. Én azt lemerem írni, hogy 79-ben már lehetett tudni, hogy neki nem lesz fiúgyermeke. 78-ban lehet, hogy még nem vannak rá utaló jelek, de 79-ben a Mátyás tudhatta, hogy neki ettől az asszonytól nem lehet. Ugye nincs feleségcsere, tehát hivatalosan nincs, nincs vállás, tehát ez tehát az nem volt metódus, hogy megoldani. Ezt majd 8. Henrik fogja kicsit új alapokra helyezni ezt a, a kérdéskört. Mátyás nem alapított új egyházat sem, ahol ezt esetleg engedélyezik. Tehát kényszer helyzetben volt, és az egyetlen törvénytelen gyermekét, ugye Korvin Jánost vett, előstette meg 79-ben, már, már, már mindenki tudhatta, hogy ő, ő a kijelölt törökös, csak hát törvénytelen volt. Ezért mindenképpen el kellett érni. Két, párhuzamosan két dolgot kellett elintézni. Az egyik, hogy odahaza elfogadtassa Korvin öröklését, ez pokoli nehéz kérdés. és mi a melléket mutatja, nem is történt, nem is sikerült. Másik pedig, hogy rávegye harmadik Frigyest a Bécsuhelyi szerződés megváltoztatása, vagy valamilyen módon rákényszerítse, hogy ezt megváltoztassa. Nagyjából 87-88-ra világossá vált Mátyás. Ennek meg most hosszan beszélhetnénk a belső birtokadományokról. Törvényes, vagy kevésbé törvényes birtok Tehát 1490-ben az Ulászló koronázási hitlevelének a második paragrafusa, az első az általános bevezető, a második paragrafus, amikor az ország nagyok, akiknek a jó része Mátyás kreálmánya, azt kérik az új királytól, hogy minden kárhozatos újítást és szokást, amit Mátyás meghozott, azt azonnal törőjel, és térjünk vissza a régi, bevált, régi életünkhöz. Tehát láttatok, nagyon sok csúkszem rálépett Hunyadi Mátyás a 80-as évben, hogy a fiát felépítse a Corfin brendet, és 88-ra kényszerhelyzetbe helyzetbe, 88-ra világosá vált, hogy nem tudja a, 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 sászárt, nem, tudja megmásítani ezt a helyzetet, és itt egy diplomáciai váltás is betörténik. A beszélgetésünk elején említettük a szentszéki követet, aki jelen volt egy csomó ilyen tárgyalás, és szerencsére grafomán ember meg hát egy követnek dolgás, hogy tájékoztassa a kiküldő államot, írt Rómába elég sok jelentést, és ezek szerencsés módon korunkra maradtak. Még olyan meredek kijelentés is leír, amiről korábban nem is tudtunk, ez egy viszonylag új információ, hogy Mátyás az, az osztrák követnek felajánlotta azt, hogy mindenféle ellenszolgáltatás nélkül visszaadja teljes osztrák hódításait, tehát, tehát Bécs, Bécs újhely és minden terület, és még hozzáadja Pozsony megyét is ha elfogadják Korvin utódlását. Tehát láttatok, már, már szinte kétségbe esettem, próbálta, hogy feleskedte a magyar a korvina, a várnagyokat, külön, külön egyesével a várnagyokat feleskedte, tehát mindent elkövetett, de hát a végered, mint ezt. azt ismerjük, tehát egy nagyon más típusú uh, uh, királyságot vagy kormányzást látunk, mint mondjuk a 60-as évek első felében, vagy a 70-es évek első felében, és az is világosan látszik, hogy egy nagyon szűk klub, rosszul szűk stáb vette körül, akiben meg, ugye említette Tamás, hogy összevesztek, minden kancelláriával összeveszett, vagy elszökött, vagy bebörtönözte. Tehát hagyományos módon nem ért véget kancellárság Mátyás uralkodással. Korábban feltétlenül hűnek tűnő alsó vagy bánfiak egy tagját pillanatok alatt eltünteti. Laki túzokat tíz éve később vélt vagy valós bűneik alapján gyakorlatilag kiszorít az országból, a birtokaik azt lefoglaltatja. Pont ilyen királyi emberek egy, egy battyányival, akik majd a következő évszázadban lesz, lesznek nagyok, akik ekkor kezdi tulajdonképpen ez a család pályafutását, mint mondjuk 30 éve korábban ő, kinizsi. Tehát nagyon megváltozik ez a, ez, ez, ez a, helyzet, és nagyon kevesen maradnak a király bizalmában. Na, az, azok egyike kinizsi pál, részben szüksége van rá, hiszen olyan kvalitású katonából nem sokszor adják, másrészt pedig talán a természete is olyan lehetett, hogy aki nem kérdez, hanem csak végre. Tehát egy néhány fős, talán 6-8 fős csapat, aki az ország irányításában effektív része. Persze névleg nagyon sokan főpapok, egy egymás, de azoknak nem osztottak lapot Mátyás utolsó esztendeiben. Tehát nem van az, 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 a kép sokszor, amit ugye mondják, hogy 90-ben a Mátyási zsarnokság. Ez nem zsarnokság volt, mert, nem, mert egyébként nem. egy király milyen tud lenni? Hát ma, mai szemben a demokráciából ez minden király zsarnok. Tehát az, azért ő a király, mert, mert ő, ő adja ki a parancsot. De inkább az volt vele a baj, hogy sok megszokott mód, a szokásokat sok helyen áthágta, vagy, vagy megváltoztatta, vagy egész egyszerűen felrúgta. És ezzel nagyon sok érdeket ö, sértett. És ebben a, a, ebben a szűk kormányzati egyikben volt Kinizsi, Bátori, meg még néhányan, Baku, később Bakó Tamás ö, fontos szereplő, és hát nagyon érdekes, hogy ezek az emberek hogy viselkedtek néhány hónappal később Mátyás halála után. Ugye, pont kinizsi szokás egyébként, mert ugye azzal vádolni meg. Hát Magyar Balázs, ugye Magyar Balázs János Albert mellé áll, az a a kinizsi ugye Ulászló mellé áll. Tehát még ők se. Ugye ezen a nap, Igen. vannak, ha úgy nézzük. Annyira van egészetem ki, hogy ha belegondolunk, ugye, hogy Mátyás kortársai közül, ugye, 11. Lajos Francia király, hogy mennyire, hogy hány ember elvezet össze a saját alattról Ők is végezetet is egyet egyébként. A későbbi kortársak közül, ugye 7. Henrik is. Ez egy uralkodó típus, vagy Merész Károly Burgund herceg, aki szinte minden alatt jött egyébként. Tehát ugyanaz a türelmetlen, mintha érezték volna, hogy kevés idejük van. Mátyásnál is teljesen elképzelhető egyébként ez a mindent azonnal akarok. Aki nem, az nem jó. Tehát csak az, az, az a jó, aki azonnal csinál mindent. Ugye, és ezért butaság egyébként őket, mert ha csak egy-egy ilyen van, aki ott hagyja Korvint, akkor meg lehetne magyarázni, de hogy mindenki, olyanok, mint Kinizsi, akik gyakorlatilag mindent Mátyásnak köszönhetnek, mondjuk más megfontolások voltak. És szerintem nagyon is logikus és józan megfontolások. Egyrészt, mert törvénytelen gyermek. Nem tudjuk, mennyire látták ők alkalmas nekik a trónkövetet, vagy a trón utódlásra. De biztos, hogy Korvint a, e, a trónra is ültetik, gyakorlatilag ugye, törvénytelen gyermekként éves, év, évekig hábor, kell volna háborúzni. Tehát volt ezek az ember egy józan belátás. E, tehát, hogy ha, ugye, ha török is itt van a határokon, megint ugye, amikor meghal Mátyás, e, akkor a, 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 béke is érvényét veszíti, tehát ugye ullászló e, uralkodások elé, megint jön egy hosszú oldalról, mindjárt beszélünk még egy pár szót. Tehát, hogy a, ők nyilván végig gondolták ezt, hogy a legjobb e, megoldás mégiscsak az, hogyha a legesélyesebb trónkövetelő mellé állunk be. Ugye ezeket a kettő gyakorlatilag, Ulászló volt a Miksa. Most, a, tehát a, a, igazából a kettéjük között ugye alakul ki, vagy körül alakul ki egy, -egy komoly politikai tábor. Egyébként mégsem elt élelemző módon, és ez érdekes, ugye e, egy délvidéki e, katona, és zömökből katona, újlaki Lőrinc herceg körül, e, beriszlók, e, stb. a fránai perjel, meg tehát egy csomó délvidéki úr. egy ilyen számoló kivétel, kivétel, tehát ők ugye Ullászló, ő az egyik, aki ugye Korvinnak a seregét ugye csontmezőn egy ugye e, szétveri. E, ugye hát, e, innen van a hálátlanságnak ugye a, a, a ő ulászom elé áll, tegyük hozzá, hogy neki a birtokai is azért alapvetően másholnak, erről majd már fog beszélni. Tehát ugye azt jelenti, hogy valakinek hol, mire kell figyelnie egy ilyen, e, ne felejtsük el, hogy egy négy tron követelő, ugye két Jagelló, egy Habsburg, meg egy Korvin, ugye aki egy ilyen helyzetben rosszat húz, hiába kinizsi pál és szőrös, meg erős, de ha egyszer kitudják a birtokaiból, akkor ugye akkor nagy baj van. Azt nehéz lesz visszaszerezni. Ugye már pedig hát ugye megtörténik vele, és ugye vázsont is elfoglalják, hogy a hazburgok majd. Tehát, hogy neki úgy kell kalkulálni, hogy azért a lehetőség szerint jól jöjjön ki. És nyilván ebben a helyzetben a legtöbben úgy látták, hogy az ideális megoldás ulászló ugye ne, ne lássuk be, az Ulászóba 90-ben a 16-os halál előtt álló tulászónak a figuráját, de viszonylag sikeres cseh királyság után kerül magyar trónra, ugye Mátyással szemben is megrészett Csehország, sose mindig elmulasztjuk megmondani, hogy ezért 71-től 90-ig ő cseh király maradt, tehát, 19 hogy miközben, éve ugye jó, 70 ezer kötik meg a békét, de mégis a 10 keresztül az Mátyás sikerült kívül tartani Csehországon, katonai erővel, ahogy nézzük. Tehát, ugye ez nem volt egy sikertelen ember. Tehát, hogy, hogy ők benne látták az ideális megoldást. Ezeket lehet hogy lehetett volna más, ugye azt mondják, ez nem történt, iszi Szerintem pedig igen, tök jók ezek a kérdések, hogy mi van, ha Miksárnak jön be, vagy mi van, ha Korvin egy kicsit ügyesebb, és ő, e, 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 ő üt először, vagy ő lép először. Ugye hát ezeket lehet lehet, hogy másképp alakult volna, lehet, hogy nem, nem tudjuk. É és érdemes azt is figyelembe venni, hogy Csehország élén és Lengyelország élén is jogálló volt. Tehát ha Magyarország, és akkor egy három országból álló jagelló, az előbb mondtam, hogy a Hunyadi ház, a jagelló ház, a dinasztiában gondolkodás, sokszor kiesik a, a mai ember, hogy, hogy három országi dinasztia, az már egy közép-európai, sőt, európai hatalmi konglomerátum. Tehát a, és ugye ezek az emberek valószínűleg megfogott a fejükben, hogy e, milyen katonai erő kell a törököt meg. Most vége a fegyverszületnek nem tudták, hogy mit fognak lépni a törökök. Valószínűleg abban a pillanatban még a törökök sem nagyon tudták, hogy mit fognak lépni. Valószínűleg kellemes mosoly a kávé mellett nézték, hogy Magyarország éppen ütik-verik egymást a különböző hadseregek, mert ugye ami az ellenségemnek rossz, az nekem jó. Tehát ez is egy szempont lehetett az a ulászlói döntés mellett, hogy végig, tehát egy, egy bakócnak a fejében biztos, hogy benne, aki akkor már több nemzetközi legációban vett részt. Tehát ők. ők ezek az emberek ízigvéri politikusok is voltak, de ezek tudtak nagyban, a tehetségesebb legalábbis, tudtak nagyban gondolkodni. És valószínűleg igen, hát nem, nem a kisgyermek Lajos királyt meg a szélütött öreg Jagellóulászót ög, kell látni, hanem egy erre teljébe levő, egyébként sikeres cseh királyt. Nagy dinasztiából származó cseh királyt. És hát azt ne felejtsük, hogy az oszmánok egyébként ezzel mosolyoghatunk, de még nagyon pontosan tisztában voltak a magyar belpolitikai fejleményekkel. Ugye 1940 ben nem ok jönnek ők be, először, ugye? amikor gyakorlatilag van egy polgárháború, első, ugye ötödik László és ugye, első László között. 90-ben megint jönnek már a Tehát ők olyan pontosan tudták, hogy mikor van Magyarországon olyan belpolitikai helyzet, amit érdemes kihasználni. Nem okvetlen a szultán tudtával. Már a határvidéki osztályok pontosan tudták, hogy mikor érdemes megpróbálkozni. Ugye megszűnt a végetté lejárt a, a béke Mátyás halálával, amíg nincs új béke az új királyjal, ugye, aki le majd lesz, ugye, addig lehet harapdálni. Ugye minden évben megpróbálkoznak egyébként nem a férvárral, Egyébként, mert ugye ekkor van, amikor Kini Zsipál, barátunk, ugye, ugye, ez ezt Bonfin írja, hogy van egy, egy át akarják játszani ugye a, a, várat állítólag ugye a árulók a vár a helyőségéből, mire ugye oda siet Pali bácsi, és ugye leírja Bonfi szépen és képetes, ugye, hogy egyenként ugye nyársa húzogatta őket, Mel mint a kecskét írja Bonfini, és felkínálta a többieknek, hát vacsorának, ugye? És hát, hát, hát ez, hát Bonfini is úgy ide hogy ezért, hát igen, tehát hogy ezért ez így elég kemény, de hogy a várat nem próbáltak utána átjátszani. Tehát, hogy ezt megértették, ugye? Hogy tanulságképpen felkínálta vacsorának, tehát ezt megértették, hogy ez így, így nagyon rossz meghalni. Tehát, hogy akkor inkább védekezzünk, vagy nem. De a lényeg az ugye, hogy gyakorlatilag ebben a három évben, ugye, végül 95-ben kötik meg majd a következő oszmán békét, de abba, ebben az időszakban, erről még mindjárt beszélünk egy picit, gyakorlatilag minden évben megpróbálkoznak ezzel a nem rendszeres ostrommal, de hogy azért mindig felvonulnak. Hogyha vala, akad valaki, aki mondjuk itt beenged minket a, izé, a hátsó kapun, kit lehet tudni, hát ha. Tehát, hogy megpróbálkoznak ezekkel a dolgokkal. Ezek szerint akkor Kinizsi élete utolsó éveit is hadakozással töltötte? Tehát azt mondtátok, hogy élete végéig megmaradt a főkapitányi címe, tehát gondolom akkor innentől kezdve újra a hadakozás volt az elsődleges feladata. Hát először a Dunántúli hadjárat. Ja, igen, meg kellett oldani, vissza helyre kellett állítani az ország terület integritását, erről, igen, erről még keveset beszéltem, hogy nem esett arról szó, hogy ugye Miksa hadai betűnt, tehát a Habsburg elő, aki ugye ráadásul egy pillanat, egy meg egy ásó nyomra, hogy szokták mondani, ugye az egyetlen legitim, tehát ki ott volt a tasajában a Bécsi helyi szerződés, Mátyásnak nem volt törvényes fia, tehát ő, ő úgy jött, hogy ő Magyarország törvényes királya. Tehát, és ott volt az aláírás, hát nem Mátyás aláírás volt, természetesen nem ő kötötte meg a szerződést személyesen, de ott volt a, tehát a magyar fél aláírása is. Tehát ő, ő, először, persze az valós pillanatnyi reális helyzetet tisztában volt, hiszen a Habsburg udvarban is tökéletesen látták, hogy mi a helyzet, de ő volt az egyetlen, aki úgy léphetett föl, hogy kérem, én vagyok a, a többiek, csak trombitorok, akár mekkora a dinasztiából is jönnek. Tehát, és egy hadsereggel egészen fehérvárat, elfoglalták Fehérvárat. És a Dunántúl jelentős részét, többek között nagy vázonyvállát is, igen, tehát Kinizsi rezidenciája is osztrák kézre került. És hát, hogy beszéltünk az akincsikről, beszéltünk a magyar szerpuszárokról. Ne gondoljuk, hogy a Habsburg zsoldosok a magasan művelt latinisták lettek volna, ők is tudjuk hogy kifosztották a székesfehérvári bazilikát, valószínűleg Székesfehérvár városát is rendesen kifosztották, meg ami még útbe esett, Veszprémet, és a többi, és a többi szombathely, tehát a nagyobb települések. Tehát az első lépés az volt, amikor helyreállt, a, megszületett a döntés, hogy Glászló lesz a magyar király. Vissza kellett venni ezt a, a területet, és hosszan fehérvárat, hosszan csomolták utána újlaki székhelyén várpal után, azt hiszem Pest is lett a király, ha jól emlékszem, ott egy hónapig ott ápolta, ápolták a királyt, és közben Kinizsi és többiek hadai folyamatosan mentek és foglalták vissza. Részben erővel, részben fenyegetéssel, részben pénzzel a különféle helyőrségeket. Tehát ez volt a legelső feladata neki. Hát azért, és biztos vagyok benne, hogy nem lennék azoknak a helyében, amikor Kinizsi vázsony alá érkezett, és be, visszaszerezte a várat, hát biztos volt egy-két szava a, a, a védőköz. és igen. hát, Kijaludt az ágyacskámban. Igen, igen, igen. igen, Tehát, és megismerve személyiségét, igen, ott, 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 sem beszélgetés volt elsősorban, és kedélyes borozás, tehát ez volt az első lépés. A következő lépés, hát azért mégiscsak egy újabb méltóságot nyer el az életeleg végén 94 talán a legelején, ha jól emlékszem, akkor igen. az országbíróságot. Tehát a, azt szoktuk mondani, hogy a nádori utáni második legtekintélyesebb bárói méltóság az országbíróság, és valóban a neve nagyon jól hangzik. Valóban egy, egy, egy bírói fórumot vezetett a mindenkori országbíró, de az országbíró maga már réges-rég nem ült egy asztalnál, és na fiam, lopták el, hanem, egy, egy jogi stáb dolgozott alatta, tehát ez, ez bizonyos szempontból erre akkor már ilyen tiszteleti cím, sok mindent elképzelhetünk kínizsi párról, de amit az elmúlt hosszú időben elmondtuk, hogy jogban nem volt járatos abban. Na, az mindenféle forrás nélkül is teljesen biztosak lehetünk abban, hogy nem egy jogász, finom, distanciában gondolkodó jogász ember volt. Tudjuk nagyon jó, hogy nem is ő vezette az, az irodát, tehát az országbíró irodát, hanem a familiálisok. Sőt, ez, ekkor már voltak olyan személyek, nem csak az országbírói, hanem a kancellárén, a személynök, Európai és a többi, és a többi, akik már több országbírót, vagy akár több királyt is szolgáltak, mert egész egyszerűen elindult pontosan, ekkor nyílik ki az, az, az újkori hivatalnak, államnak a, az első ajtajai, vagy csírái, ekkor, amikor nem az a lényeg, hogy kinek az embere vagyok, mert nem bizalmi alapon, hanem szakmai kérdés. Tehát fiam, nem hiába ekkor tűnik fel a a verbőci, a törvénygyűjtemek, tehát elindul egy ilyen Profizmus felé lépés, tehát e, e tekintetben nagyon nagy tekintélyű cím, jelentős sarzsival járt, tehát de nem emelje, de de nem gondoljuk azt, hogy Kini nem tudom, én nemesi birtok ügyeket e e e intézett volna. De még mielőtt eljött országbíróságig, ugye van neki két fontos. Az egyik, hogy Jután. a Fekete seregnek a a híres fekete sereg maradványainak ugye a, a, felszámolása. Ugye ez megint a, a ugye szokás Kinizsinek a, a, a rovására, hogy ő, aki ugye részt minden háborújában, ő az, aki gyakorlatilag befejezi ezt. A, nem, hogy befejezi, hanem egy, ezt megint ugye tudjuk, hogy egy különösen véres, kegyetlen ütközetben veri szét. Ugye ez tulajdonképpen az Ausztriát megszállva tartó zsoldos a maradéka. Ugye hát Ulászló megválasztása és koronázásával gyakorlatilag, ugye hát ez is Csehország, Morvaország egy hódított tartománynak lenni. Hiszen Ulászló egyben cseh király is, tehát ez vicces volna, hogy a saját országomat ugye, visszavenni. visszavenni igen. Én megjegyzem, hogy ugye, hivatkoznak, próbálják a magyar elérni, hogy legalább ugye, a szilézi tartományokat a magyar koronához uh, csatolják, tehát hogy egy, egy, proforma megőrizni ugye, ezt a hódítást, de végül ez nem következik be. És ugye Ausztria Ugye békét köt Ulászló Miksával, gyakorlatilag e, Ausztriából is ki kell vonni a seregeket, megpróbálkoznak átvinni a déli határa. Ugye kézenfekvő, hogy hát van egy komoly, viszonylag komoly, hogy egy zsoldos seregnek a maradéka, mondjuk a török ellen. Csak hogy a török ellen ugye nem egy lukratív dolog a hadakozás, tehát nem mondhatják, hogy majd akkor raboltok a izét a mert az ez nem működik. Tehát vagy kapnak fizetést, vagy nem. Nyilván nem kapnak fizetést, már csak azért sem, hogy a közben ugye a Ulászló hadakozik egyrészt Miksával, hadakozik ugye a, jár, a saját öcsével János Alberttel, ez rengeteg pénzt visz tehát amit, amit, behajt, azt el is viszi gyakorlatilag a, ez a két e, e, háború, tehát arra már nincsen pénz elkezdenek fosztogatni, és ilyet megint csak ugye Monfredi legyen szemletese, hogy ugye kin is bízza meg, e, a, hát, hogy pacifikálja. Most ugye hát nehéz már, vagy fizetek, vagy nem, és akkor erőt kell alkalmazni, ugye leírja, összevont, hogy főúri összevont a e, még parasztokat is, mindenkit. Hát nyilván gondolom, hogy mentek, és akkor aki él, él, él azokat hozta. E, és egy brutális véres ugye, ütközetben szétveri őket. A maradékot ugye, hogy leírja, hogy a javát kiválogatta, akiken látta, hogy, hogy hajlamosak és tudnak is harcolni, azokat ugye feleskedte Lászlóra. Hát a maradékot meg gyakorlatilag lemészárolták, mert hogy ezek nem tudtak mit csinálni, illetve van egy pici kis ö, darab, amit visszadottak Ausztriába baráti gesztusként, ö, azt az osztrák rendek euh, likvidálták később. Tehát igazából ebből az látszik jól, egyrészt Kinizsi nek a, 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 a rátermettsége mellett, ugye, hogy ez, tehát nem, nem, volt okvetlenül jó dolog ugye, zsoltosnak lenni a korszakban sem. Tehát ha az ember talált egy jó fizető euh, gazdát, akkor igen, de hogy a kockáta is nagy volt neki. Tehát hogyha nem kellett, vagy nem úgy működtek a dolgok, akkor azért általában ezekkel egyetlenül bántak el. Ugye gondoljunk a jó Nikoló Mákjevelének, ugye ő hasonló tapasztalatokon ment kereszti, nem okvetlenül írta azt, amit írt, ugye, hogy zsoldosokkal ne, soha, semmilyen körülmények között. Pedig egyébként Mátyás pont mutatja, hogy hát, tehát ha volt pénz, akkor, akkor ezeket nagyon lehetett használni. Ha viszont nem, akkor meg sehogy. Tehertétel. tehertétel. De, tehertétel. de, hát igazából nem, volna, nem volt, lett volna mit csinálni velük. Tehát, hogy ezért kellett az egyik fontos fegyverténye. És hát, ugye mondtam, hogy a Bajezid, vagy Mátyás halál után de ugye kiül az oszmán-magyar háború, ugye a törökök megint megindulnak, négy évig, Sőt, hát igen, 94-ig gyakorlatilag, mert 95 tavaszán kötik a szegények végül a békét, és akkor ugye a Kinizsi utolsó két évében gyakorlatilag 93 ben megint jönnek ezek a szokásos szerbiai portyák. 93-ban kap egy szélütést. Strókot, hát nem tudjuk ma hogyan mondanánk, ugye, elveszíti a beszédkészségét, de nagyon érdekes, megint leírja ugye, a Bonfini, hogy, hogy ugye nem tud beszélni, ugye rá kell kötözni a lovára, mert hogy a, ugye, hát tudjuk, hogy mi ez a fél oldal a mi a de hogy ilyen állati hangon butogatott mutogatott Szerbia felé, még a királynak akkor is, hogy menjünk, 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 és ilyen, ö, 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 tehát nem tudsz hangokat, vagy szavakat formálni, de még mutogatott, meg kiabált, ő még így is gyakorlatilag szívtött és akar tovább menni ugye a, a törökök ellen. Nem engedték nyilván, azért nem, enged, nem azért nem engedték, mert nem bíztak benne, hanem engedték, mert már ugye mentek a béketárgyalások. De hogy még két fontos hagyjárat, ugye akkor lezajlott az egyiket drágfébertalan Vajdával, egy talán Vajdával, másikat egy a koordinált, tehát még ha hát megelőző napokban is, ugye ez 94. október, novemberben ha meg, ugye azt hiszem, Kelemen napján. Tehát gyakorlatilag még az élete utolsó heteiben is gyakorlatilag ugye azt foglalkozott, hogy menjünk, hogy még aprítsuk a törököket. Megjegyzem, ugye azt írja Bonfini, hogy annyira retettek az oszmánok még akkor is tőle, hogy álltak még Isztambulban is, Konstantinápolyban is a védekezésre kényszerültek. Pusztán a alatt, el, hogy Kinizsi megint megindult a, a, seregével. Tehát, hogy azért ezt így rögzítsük, hogy azért ilyen e, hadvezérünk nem sok volt, akinek, tehát a Hunyadin kívül mondjuk, aki tényleg. Hunyadi? Meg a Kinizsi, Kín... és Bátori. És Bátori. bátori igen, a, Kín... a, a, a Szentszéki követ leírja, hogy neve hallatára, e, és a törökök. Remegnek, remegni keznek, ha meg tudják, hogy jön bátori. Tehát, de valóban ez, 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 ez csak egy-két ilyen

Hát meg azt, hogy nem nagyon tartott, tehát hogy nem nagyon volt váltságdíja. Nyugaton azért ez úgy működött, hogy aki látták, hogy azt eltették, tehát hogy hülye lett volna, ugye. De hogy oszmán magyar viszonylatban azért a, a többsége ezeknek az embereknek nem számított írgalomra, tehát sem magyar, sem török oldalon. E, hát gondoljunk Szilái Mihályra, ugye, Mátyás nagybátyára, e, akit ugyanak megpróbálkozott az után, de Mátyás beintett, és jól le is fejeztette. Tehát, hogy azért ott a, a nagy volt a rizikója annak, hogy, hogy ezek a nóni, akik tudták, hogy nincs semmiféle eszmei értékük, tehát nem kapnak érte, az, az, és csekedetni kell őrizni. És csak kell Ugye a nagy- velen, vagy magyar-velencei oszmá háborúban 1501-ből talán, ugye, hogy a, ö, ö, egy olasz jelentés, hogy hoznak ö, szekérszám oszmá foglyokat Budára, e, ott kivelakadják azt a akiről azt gondolják, hogy lehet érte pénzt, a többieket pedig kiviszik a városfalon kívül és lefejezik őket, és az utcai gyerekek fociznak a törlevágot. Nem törökök voltak, még megyezem ezek etnikailag, tehát hogy ezt lássuk, azért egy többsége nyomorult balkáni szláv, akiket persze nyilván ö, hoztak a törökök, de hát ezek nem. Ö, de hogy abszolút sem íralom nem volt, tehát nem volt mit csinálni. Tehát, mint, mint Napóleon, ugye, vagy ő, mikor a, a, az angol ugye lemészároltatja, ez volt a szokás. Tehát, akinek nem volt értéke, az így járt zsoldosok dettó ugyanezt gondoljuk Moásnál, hogy a gyalogosokra nem problémáztak le az oszmánok se. Tehát, hogy mit etetni 5-6 ezer embert, semmi értelme. És hát Kinizsi mondjuk ebben nyilván tisztában volt, tehát ő is ugyanezt csinálta a másik oldalon. Lesz. Tehát, hogy nem az a, nem a meggyőzős embere volt, maradjunk annyiban. Viszonylag kevés szó esett Kinizsinek a családjáról, de ugye említettétek, hogy egy elég komoly ö, karrierépítés ö, az, ami az ő életét végigkíséri. Mi lett a, a családnak az utó életével, Mit tudunk a családról? Hát először is akkor néhány szót a birtokokról, mert azért ez a páratlan karrier, azért ez vagyon gyarapodással is járt. Tehát nem, 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 maradt meg egy kis nemesi család szintjét, tehát van voltak a családnak kisebb-nagyobb birtok részei. Ugye ez el, elhangzott már vázony neve nagy nem ő építette, sokan el szokták feltenni, ez a vár már állt, tehát ő megkapta meg az előző család, a Vezsenyiek, ráadásul még a név is jó, a Vezsenyi család fiági kihaltával került a koronához, és így adta neki Mátyás 1473-ban, de valóban ő építette ki egy olyan késő gótikus várpalotává, ami tényleg a méltóságához, meg a nagyságához méltó. De azt is fontos hozzátennünk, hogy amikor most beszélünk a nagyvázsonyi váról, de lesz még több is a, a történetben, ez nem csak egy vár épületet jelent. önmagában, tehát nem, nem néhány száz köbméter kőformára rakva, hanem ez uradalom, egy vár uradalommal járt, amely vár uradalom számos birtoktestből áll. Történetesen a vezsenyiek, Vezényi közép tisza táján, vezeny, ma is létező település, tószeg, azon a vidéken volt egy jelentősebb birtoktöm, tehát ez a birtoktöm is a várral együtt kinisi kezébe került. Tehát itt, itt jobb ágyportákról, adóbevételről, révekről, vámokról, ezért tudja magát az épülete fenntartandó, másrészt ugye az, az úrasság jövedelmeit növelendő, és a, hát tulajdonképpen ő társbirtokosa volt a magyar vagyonnak is, igen. hiszen ők apa-fiú kapcsolatban ilyen örök, örökösödését és, szerződés és szerződést igen. is kötöttek, tehát a, a magyar birtok Trencsén megyében kaszai magyarnak is hívták a kaszavára, és annak az uradalma számos több más birtokkal, és hát ugye az özveg... hát ez öt vagy hat vár egyébként, tehát összesen te ez egy komoly vagyon. Plusz az, plusz az, plusz az, plusz az, az uradalmak igen. hozzá, igen, tehát ez, ez egy tekintélyes, nem a legnagyobb urad, tehát nem a legnagyobb birtokos a Magyarország, mert azért itt voltak nagyobbak, de azért egy igen tekintélyes várbirtok vagyon, tehát a, tényleg a legnagyobbak közé tartozott. Hát kirisi halál, akkor az özvegy, magyar Benigna, magyar balázs lánya volt ugye a feleség, és hát sokáig nő kezén birtok vagyon nem maradhatott a középkorban. Elég, nem is tudom pontosan, mikor házasodott újra a, a magyar benigna. horvát Márkot, Mislenovics Horváth Márkot, vagy ő hozzáment Hozzá másodszor, akinek pehére pedig lovas balesetben hal meg. Ő lovas balesetben hal meg. Lovas balesetben hal meg. De nem a Beninnal jó voltából. Legalábbis azt gondoljuk, hogy nem, mert utána harmadszorra is megházasodott, bizonyos Kereki Gergelyt ö, 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 hez ment hozzá, akit egyébként ott Veszprém megyében csak targecőnek hívták, tehát ő is egy, egy nagy népszerűségnek örvendő ö, ö, személy lehetett, őt viszont Kerek Perec kidobatott, Magyar Benigna kidobatott a Nagyvázsonyi Vár lakótornyán, ablakából vagy a tetejéről, hát ilyen részleteket ö, nem ismerünk, és Mert, hogy félre Tehát hogy ekkor már nem volt fiatal ne egyik hozzá, tehát hogy ja, igen, ez kétséjten e, 1500-es években. E, a második harmad érését mutatta, tehát nyilván ez nem egyszerű házasság volt. Lesz, és lesz. hát ugye Gergely barátunk meg lett fiatalabb. És azt ehhez minősítette, igen. Kedvelte, vagy nem tudjuk. Nyilván azért a kezével, azért, tehát, hogy mondjam, tehát hogy. Ezt a hát itt a, vagyon, hát itt a, a vagyon, vagyon, a vagyon arra sokan a pályáztak azért. Tehát egy gazdag közvegy, akármilyen csúnya is volt a öreg, azért az egy komoly értéket képviselődik. Ma is tegyük hozzá. Mint ahogy, De... ahogy a szapolyaiak pályáztak a, 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 a birtokok, és a birtokok jó része ott is kötött ki a szapolyai család kezében. Tehát így a fiú örököse nem született, ugye Kinizsinek, tehát ez, ezzel a helyzettel. Ahogy tulajdonképpen, ahogy Mátyásnak ő is ugyanazzal a helyzet állt szembe, kicsiben, hogy, hogy, a vagyonnak a sorsa az, 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 egyértelmű volt, hogy vagy az özvegy új férje, vagy az özvegy családja élet. Hát mi ezt a, vagy ezt a szállat látjuk a későbbiekben. És hát azért kapott kegyelmet, ugye, mert hogy a, az apja, meg a, meg, a, meg a néhai férje mert hogy Benigna, ugye, tehát hogy azért ez a középkorban is bűncselekmény volt kilökni valakit. De hogy ugye a, a, a apja és a volt férje szolgatét a tekintettel kapott gyakorlatilag kegyelmet. Tehát, hogy azért ez az jelzi, hogy azért ezt, ezt számon tartották, hogy hogy, hogy, hogy Magyar Balázs Tehát, hogy annak ellenére, nem volt, ugye gyakorlatilag ugye leszármazójuk, mert Balá, hát Magyar volt egy egyébként, nem tudom vele, mi lett egy magyar, én, de eltűnik a forrásokban. Eltűnik, tehát, hogy, tehát, őket nem élte túl egyetlen. Tehát lehet, hogy egyébként volt kinizsinek, és lehetett egyébként ott ja, egy gyermeke, de... tehát egyik sem élte túl. Ez fontos, amúgy, hogy nem tudjuk azért, hogy, 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 hogy korábban esetleg születtek, csak meghaltak, ugye a gyerek óriási volt, tehát tudjuk, persze. hogy nagyon kevesen életi meg a felnőkor, tehát akár lehetett is, de túlélő gyermeke biztos, hogy nem volt neki. Tehát ilyen formán a kinizsi család, ugye az gyakorlatilag. És azt végül is a Korvin, ha a Korvin. A, 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 a Korvinok meg a gyilégi, a szabtávon, igen. Szerezte meg. És hát, ha már kincsiről van szó, azért egy, egy, egy relikviát, azért ezt érdemes megemlíteni. Hát ugye nagy Pálos Korostorban temették el őt is, meg a Márkot is, tehát a Benin a második férjét is, és síremléke megvan, de nem csak hogy a síremléke van meg, hanem a sírból megmaradt a 19. században kiszedtek fegyvereket, és ami a legfontosabb, a sodronyinge, amiben eltemették és mai napig a Nemzeti Múzeumban ez megtekinthető, és azért nagyon izgalmas kérdés, mert sokakat meglep. Ez picike, ez rám biztosan kicsi lenne. Tehát egy kimondottan alacsony kisnevésű emberre gondolnánk feltételezhetően, akkor ez a lánc, a Kinizsi volt, és üztek vele csúfot, hogy holtában egy kisebb láncinget tettek rá. De hát a középkori ember jóval kisebb volt eleve. Tehát a modern mi, 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 mi modernkori ember nőtt meg a betegségek elmúlásával, a jobb táplálékkal, és a, többi, és a többi, Tehát amikor azt írják, hogy nagy ember, meg erős ember, akkor a, a, már csak más testmet Mi látunk két méteres izompacsitát gondolunk, de nem, hanem egy viszonylag mai szemben alacsony, sőt, ha Nagyvázsonyi vár lakótornyában végigmegyünk, szerintem mind a hármunknak le kéne hajolni azoknál az ajtóknál, hogy ne verjük be a fejünket. És hát biztos vagy benne, hogy nem olyan tornyot épp, ki magának is, hogy minden egyes pillanatban le kell hajolni, hanem ő átfért rajta. Tehát ez át, átlagmagasság volt, vagy esetleg egy kicsit magasabb az átlagosnál. Csak mert ez, ez, időnként én láttam ilyet interneten, hogy hát miért mondják a történészek azt, hogy azt írja, leírják róla, hogy erős, izmus, szép darab ember volt, tehát akkorban mások voltak az, az emberi testméretek és off-topic látszólag, de ugye most angol tört, tudósok, ugye most mutatták, kitene olvastam, ugye, hogy a lovak lócsotfázakat néztem ugye Anglijában, hogy azok is kisebbek voltak, tehát én nagyobb mai, nem a, a kis póni, hanem a, ez, a, ez a, amit póniért tekintünk, tehát ez a 140-150 magasságú, tehát ezek a lovak is kisebbek voltak, amikkel harcoltak, értem szerintem most egy ilyen, ilyen ekkora ember, egy, egy hatalmas csataményen, ugye mit csinált volna, tehát, hogy gyakorlatilag, ugye valószínűleg az emberek, meg a lovak is alapvetően kisebbek voltak, mint a mai ember ezt képzeli. Én köszönöm szépen a beszélgetést. Szerintem a történelmi és a szájhagyomány közti eltérések ellenére Kinizsi továbbra is egy kiemelkedő személyisége a magyar hadtörténelemnek, vagy hát a történelem megvilágításában is ugyanígy kiemelkedő személyiségének tekinthetjük a hadtörténelemnek, úgyhogy dicsőség neki. Dicsőség neki. És a hallgatóinkat pedig arra hívom, hogy figy kövessék figyelemmel a további adásainkat is. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük. köszönjük a lehetőséget.